Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok. 2023 talán minden korábbinál sűrűbb év volt a nagyvilágban. Itt a Hetek stúdiójában és élő kapcsolásainkon keresztül folyamatosan értékeltük szakértők segítségével az eseményeket Washingtontól, Berlinen és Brüsszelen át, a frontvonalakig, Ukrajnáig és a Közel-Keletig. Évvégi sorozatunkban ezekből a beszélgetésekből válogattunk néhány emlékezetes részletet. Kérem, tartsanak velünk! Oroszország az, ami megindította Ukrajnán ezt a támadást, ezzel gyakorlatilag deklaráltan szembehelyezkedett az amerikai és tegyük hozzá részben az európai elit által fenntartott és létrehozott világrenddel, aminek a része a határok megváltoztathatatlansága, hiszen Koszovó is például azt hiszem 1978-ban meghúzott közigazgatási határai alapján lehetett csak független. Tehát azok az észszerű lépések, hogy az abszolút szerb többségű megyék csatlakozhassanak Szerbiához, megszüntetve ezzel a folyamatos problémát Koszovóban, azokat sem támogatta az Egyesült Államok és az európai államok sem. Tehát ha ezt nézzük, akkor én nem tartom elképzelhetetlennek, sőt kifejezetten valószínűleg tartom, hogy Vlagyimir Putyin a háború után olyan lépéseket fog tenni, amelyek ezt az alapelvet nemhogy megrengetik, hanem egyenesen felrúgják. Erre a klasszikus válasz szokott lenni a másik oldalra, hogy de ehhez katonai el kell foglalni a területeket. Igen, meg nem. Tehát nem kell feltétlenül egy katonai művelettel elfoglalni ezeket a területeket, hanem bőven elég, hogy összeomlás után megszállják, hogy a királyi Magyarországgal is történt, és a kialakult káoszba a csehek és a románok olyan területeket is elfoglaltak, vagy csehszlovákok, bocsánat, amit utána az Antant nyomásaképpen voltak kiüríteni. Tehát egy ilyenfajta forgatókönyv teljesen elképzelhető, bár ugye nagyon nem szeretnek erről beszélni, de ha én Vlagyimir Putyin lennék, és én egy ilyen helyzetben lennék, mint amiben ő van, én biztos, hogy adnék területeket Romániának és Lengyelországnak, na nem azért, hogy túlságosan megerősítsem őket, hanem pontosan megmutassam azt, hogy a világnak ezen a fején az történik, amit én akarok. És a világnak ezen a fején ezek a szabályok nem érvényesek, és azzal gyakorlatilag, hogy egy ilyen, mondjuk úgy, és ez most elnézést kérek, mert pontosan a saját példánkon Magyarország tudja, hogy micsoda iszonyatos emberi szenvedése jár egy ilyen, de nagyhatalmi szempontból ilyen koncot lökök a környező államoknak, azzal gyakorlatilag nagyon komoly töréseket tudok elérni. És gondoljunk bele, hogy a NATO vajon hogy reagál egy ilyen helyzetre, hogy nyilván ott van több százezer, vagy akár több millió ember, aki szeretne Európához csatlakozni, szeretne jobban élni, szeretne demokráciában élni, viszont ehhez föl kell rúgni az egyik saját szabályunkat, ami utána egy olyan dominó elvet, vagy egy olyan dominó hatást vált ki, aminek a következménye beláthatatlanok. Tehát meg lehet próbálni majd ezeket ilyen független, önálló, autonóm régióként elképzelni, meg eljátszani, hogy majdnem továbbra is Ukrajna fennhatóság alatt vannak. De a tény az, hogy innentől ez az orosz hadsereg majd oda fog bevonulni, vagy oda nem fog bevonulni, nyilván ez egy lehetőség, ahova akar. Tehát onnantól kezdve ez a fajta gondolat, ez a fajta szempont nem eljátszható. Tehát ha valami az orosz törekvések központjába áll, az, hogy megmutassák a nyugatnak, és megmutassák a világnak, hogy van a világnak olyan része, ahol azt tudják, amit ők akarnak. És ebből a szempontból egy ilyen forgatókönyv egy igen reális elképzelés, és egy nagyon veszélyes elképzelés, mert én a rendben hiszek valamilyen szinten, és az a fajt, ez egy ilyen döntés olyan káoszt hozhat el, aminek beláthatatlanak a következményei. Lehetne orosz szempontból bármi racionalitás annak, hogy Ukrajnának egyes részeit mondjuk Lengyelországnak átengedik, amivel nyilván azok a részek NATO-hoz, a NATO-t növelnék, meg az Európai Uniót növelnék. Ez nem jelentene egy kontraproduktív hatást Moszkva számára? De nyilván megvan a maga kockázata. Megvan a kockázata annak, hogy mondjuk Nyugat-Ukrajnában lakó másfél-két millió ember az a lengyel lakosságnak egy olyan pluszt jelenthet, és nyilván az Európában menekült ukránok jelentős is oda térne vissza, ami azért jelentett fenyegetést. Egy dolog van szerintem, amit mindig mindenki figyelmen kívül hagy, és aki ezeket fölemlegeti, ezt mindig Putyin istennek bélyegzik, pedig szó sincs erről, a realitásról van szó, hogy ott vannak az atomfegyverek. Tehát egy esetleges NATO támadás Oroszország ellen bármikor kinullázható vagy annulálható szó összes értelmében sajnos egy atomcsapással. Tehát létfontosságú fenyegetést, létfontosságú változást, egy ilyen típusú változást nem jelentene, mert az, hogy van ott pár millió ember, és nézzük csak, mi történt Trianon után, vagy bocsánat, a első világháború után Trianonnál, tehát, vagy a második világháború után a németek és a magyarok elűzése Csehszlovákiából és Romániából, Jugoszláviából. Tehát egy ilyen fajta népvándorlás előidézése bármikor a lehetőségei között szerepel a nagyhatalmaknak, és bizony meg is teszik ezeket alkalmattán. Tehát valószínűleg tartom, hogy az a terület,
amelyet ugye Stjepan Bandera vezetésével gyakorlatilag 1949-ig vagy 50-ig harcolt, nem kisebb személyiség, mint Sztálin ellen. Tehát az a terület, ahol a szovjet a vörös hadsereg ellen tudtak és akartak harcolni, az ellen az erő ellen, amelyek bebizonyította, hogy habozás nélkül egyik ott több százezer embert, az ellen tudtak harcolni, azon a területen az oroszoknak sem lenne túl jó dolga, és szerintem ezt a Kremlben is tudják. Tehát nem akarnak egy elhúzódó partizán háborút felvállalni, nyilván az afganisztáni háború tapasztalataiból, úgyhogy szerintem lesz egy olyan övezet, ami lehet, hogy független lesz egyébként, és komoly lengyel befolyással, de lesz egy olyan övezet, ahol nem tudják és nem is akarják majd az orosz hatalmat felállítani, vagy újra felállítani, hanem egész egyszerűen oda küldik majd azok az elemet, akik nem akarnak orosz befolyás alatt élni, hogy eznek mi lesz a sorsa, azt nehéz megítélni, de biztos, hogy Nyugat-Ukrajna egy nagyon nagy kérdőjel, hiszen ott a képesség is és a szándék is megvan arra, és nyilván nyugatra a támogatás is, hogy elhúzódó partizán háborút folytassanak. Benne lehetnek az, hogy egyetlen elméletileg ilyen kérdésekről most úgy tűnik azért, hogy van szó, és forognak ezek a kérdések, abban a fajta érzékelhető túlreakcióban, ami például a magyar miniszterelnöknek a tusványosi beszédét követte, ugye Szlovákia és Románia is diplomáciai szinten reagált az ott elhangzottakra, amelyekhez hasonlók azért elhangzottak korábban is, meg maga a rendezvény is, hát több évtizedes múltra tekinthet vissza, hogy érzékelhető, így akár Magyarországgal szemben is egyfajta ilyen gyanú, hogy itt valami a háttérben zajlana? A gyanú az mindig megvan, ugye érdemes azt megnézni, az utódállamok itt elsősorban ugye Szerbiával sikerült rendezni a viszonyainkat, úgyhogy most már a Kis-Antantról nem is beszélhetünk, hanem most már csak Szlovákiáról és Romániáról beszélhetünk, és kisebb Ukrajnáról. Az utódállamok ennek a státuszkónak a fenntartásában érdekeltek. Tehát amit elmondtunk a nyugatról, hogy alapelve határok változtathatatlansága, az az ő számukra létkérdés, szó szerint létkérdés, hiszen Szlovákiának gyakorlatilag a nyomás ellenére a déli részének a jelentős részét a mai napig magyarok lakják, Romániában az elmúlt 100 év eszméletlen elrománcsítása ellenére vannak színmagyar tömbök, és vannak olyan területek, ahol alkalmatán akár magyar többség van, vagy jelentős magyar területek vannak, tehát ez az ő számukra létfontosságú kérdés, ezért minden olyan lépésen, az összesre, a legkisebbre eszmetlen durván és élénken reagálnak, hiszen ez gyakorlatilag azokat a mítoszokat veszélyeztet, és nem mondom, hogy ezek nem létező mítoszok, ezek magyarságnak is vannak mítoszai. Tehát azokat a mítoszokat, az önképet veszélyezteti, amire a modern szlovák és amire a modern román állam föl van építve. Tehát innentől kezdve bármilyen ilyen típusú megnyilvánulás azonnal és éles reakciókat fog kiváltani, és ugyan a lengyelek nyíltan mertek beszélni erről, hogy ők mit gondolnak, és hogy ugye azok a területek, amelyek valamikor Lengyelországhoz tartoztak, azoknak a sorsa a háború után vagy közben kérdésessé válik, az egy folyamatos téma Lengyelországban is, bizonyos szempontból nyugati sajtóban, és eddig magyar részre ezek folyamatosan és állandóan ilyen környezetben kerülnek tálalásra. Tehát biztos, hogy akármit csinál a magyar politikai vezetés, a teljes behódoláson kívül lásd Megyesi Péter, miniszterelnökként volt december 1-én a román nemzeti ünnepen, a nagykövetségen. Tehát egy ilyen típusú teljes behódoláson kívül Szlovákia és Románia mindenre érzékenyen fog reagálni, amely egy ilyen típusú kérdés felvet. Az egy nagyon nagy kérdés, hogy ezek a témák, ezek a kérdések, a háború utáni időszakkal kapcsolatos találgatások, vagy ezek találgatások, azok mennyire jelenhetnek meg a sajtóban, és biztos vagyok benne, hogy ezután én is fogok kapni további éles és negatív kritikákat ezzel kapcsolatban, de ezekről is beszélni kell. Én nem mondom, hogy ez jó, nem mondom, hogy ez szép, nem mondom, hogy ez bármilyen szempontból támogatandó, de a lehetőségek között ez is benne van, és ezekről is beszélnünk kell. Ugye a világ nagy része az ukrán háborút egy ilyen távolságtartással és kívülről nézi. Van egy olyan aspektusa, ami azért a közvetlen nyugati szövetségeseket, meg a térségen túl is érinti, ez a gabona kérdés, vagy legalábbis erre szoktak hivatkozni, ez a világ jelentős részének, több százmillió embernek az ellátását veszélyeztetés. Ezzel kapcsolatban az oroszok bejelentették, hogy nem hosszabbítják meg a gabona egyezményt, és el is kezdték támadni a dunamenti ukrán kikötőket. Mi lehet e mögött, a döntés mögött, illetve van-e tényleges realitás annak, hogy a gabona szállításon, a gabona válságon, élelmiszerválságon keresztül azért a világnak egy szélesebb körét sikerül belerángatni ebbe a konfliktusba? Az egyértelműen látszik, hogy az orosz agressziót nagyon sok ENSZ tagállam elítélte, de szankciókat
már nagyon kevesen voltak hajlandók életbe léptetni Oroszországgal szembe. Ebben benne van az, hogy a nyugati világ konzekvensen, álszenten és kétszínűen viselkedett. Benne van az, hogy Oroszországnak a Szovjetunió miatt van egy ilyen antiglobalista, antikolonialista képe, amit nyilván igyekeztek felidézni és megtartani. És benne van az, hogy a világpiacra kerülő gabona jelentős része Oroszországból érkezik. Tehát mindenki termel magának, de amit szabadon hozzáférhető, szabadon elérhető, abból jelentős része Oroszország vállalja azt a szerepet, hogy ellátja a világot. Ebben Ukrajna is jelentős szerepet játszott korábban, de most nyilván ez lehetetlenné válik. De nagyon érdekes kettőssége volt a gabona megállapodásnak, amiről nem szoktak beszélni, a nyugati sajtóban különösen, hogy egyrészt nagyon kevés buza jutott el a valóban rászoruló országokra, és jelentős része Európába került, ki tudja miért. A másik pedig az, hogy a nyugat ezzel kapcsolatosan vállalt olyan feltételeket, amelyeket teljesíteni kellett volna az elmúlt egy évben. Tehát nem csak azt mondták, hogy Oroszország kiengedi a gabonát, mert hogy felelősség teljes szereplő, meg stb., hanem cserébe a nyugat vállalta, hogy a szintén a harmadik világ számára fontos műtrágya és a kapcsolódó termékek eljuthatnak ezekre az országokra, és az ezzel foglalkozó bank visszakerül a SWIFT rendszerbe, amivel gyakorlatilag könnyen és egyszerűen lehet fizetni ezekre a termékekért. Ez nem történt meg. Tehát még egy olyan lépést tett a nyugat, amit nehéz megmagyarázni. Tehát elvállalt valamit, de megint nem tartotta be, hogy a Minszki egyezmények a legtipikusabb példája ennek. Tehát ismételten alátámasztotta azt az orosz narratívát, hogy a nyugat a rossz szeműen cselekszik, meg sem próbál tisztességesen, fair módra üzletelni, meg sem próbálja a másik felet, és nem feltétlenül kell ennek a másik félnek orosznak lennie, hanem harmadik világbeli vagy akár kínai felet komolyan, tényleges üzleti partnerként kezelni, hanem csak és kizárólag a saját hasznát nézi. És ez a fajta csomag együtt hozza azt a képet, hogy innentől kezdve az oroszok már szándékosan megtehetik és tudatosan pusztítják azt az infrastruktúrát, amin alkalmatlan Ukrajna el tudna vinni a búzáját, mert azt mondják, hogy semmit nem tettetek meg abból, amit vállaltatok. A búza nem a harmadik világba jutott el, a mi termékeink nem jutottak el a világba, úgyhogy innentől kezdve gyakorlatilag fityisz nektek, hogy majdnem csúnyát mondtam. Úgyhogy ez a fajta hozzáállás, ez megint csak nagyon veszélyes, mert teljes mértékben a status quo felborításával fenyeget. Tehát figyelembe véve azt, hogy ő már Bakhmutot is katonai okok miatt nem akarta megvédeni. Tehát Bakhmut egy védelmi rendszernek egy eleme, hogy ott van mögötte híres harmadik védelmi vonal. Tehát valószínűleg egy ilyen típusú helyzetben, amikor az ellenség egyértelmű tüzérség is, ugye a modern háborúban a veszteség jelentős részét a tüzérség okozza. Tehát az egy tüzérségi fölényben lévő ellenséggel szemben az a célszerű, hogy mindig olyan tempóban vonulunk vissza, amilyen tempóban ő nem tudja előrébb telepíteni a tüzérségét, tehát folyamatosan egy olyan helyzetbe kényszerítem, ahol a relatív hátrányban viszont a tüzérség nem érte úttól az előre nyomuló egységeket, és ilyenkor lehet csapdákat, lesállásokat, rajtaütéseket végezni, amivel súlyosabb veszteségeket tudunk okozni neki, hiszen ha föláll a tüzérség, föláll a rendszer, onnantól kezdve gyakorlatilag a tüzérségi hátrányban lévő fél van egyértelműen hátrányban, hiszen nem fogja tudni a legtöbb veszteséget okozó fegyvernemben mondjuk felvenni a versenyt. Tehát Zaluzsnyi egy eleve egy ilyen típusú védelemre volt berendezkedve, és igazából az a nagy kérdés, és amit aki föltesz, az rögtön orosz Bérencnek bélyegzik, hogy ez úgy nagyjából látható volt előre. Tehát tavaly nyáron a nyugat szinte mindent odaadta, ami volt neki. Csehországból, Lengyelországból több száz T-72-es érkezett, ezzel relatív nagy sikereket értek el az ukránok. Utána volt egy olyan pillanat, akkor lehet, hogy lehetett volna tárgyalni. Mondjuk a márciusi áprilisi tárgyalások megszakadása után kicsi volt az esély, hogy oroszok belemennek valamilyen kompromisszumba, de ott lehetett volna egy olyan pont, amikor meg lehetett volna fogni az eseményeket, talán. Viszont onnantól kezdve, hogy már elkezdett csökkenni, és már akkor látható, hogy csökken a nyugati támogatás, nyugati katonai támogatás mértéke, onnantól kezdve az a fajta végkifejlet, ami most már felsejlik, sőt, most már egyértelműen látszik, és a nyugati sajtó is ír róla, ez onnantól kezdve kvázi egyértelmű volt. Ha már akkor végkifejletet említette, akkor milyen ABC kimenetelek lehetségesek a mostani állásból kiindulva? A mostani állásból van egy olyan, a legjobb álláspont, vagy a legjobb helyzet Ukrajna számára az lenne, hogyha a jelenlegi határok mellett sikerülne valami megállapodást szülni. Ez nyilván ez is egy eretnek gondolat, ezt többször több helyen elmondták, hogy Ukrajna vissza fogja foglalni az összes területét, beleértve a Krím-félszigetet is. Ehhez képest ugye vannak olyan amerikai elemzők, köztük Edward Lutwak, aki ilyen-olyan helyzetben elmondta, hogy tisztában vannak azzal, hogy Oroszország nem engedheti elveszni a Krímet, hiszen ez azt jelenteni, hogy az ő fekete-tengeri pozíció gyakorlatilag kinullázódik. Ezt meg nem teheti meg, tehát ezt biztosan atomfegyverek bevetésével is meg fogja akadályozni.
Na most innentől kezdve, ha ez a felismerés ilyen szinten egyértelmű, akkor a legjobb terv is csak az lehet, és nyilván az oroszországos, hivatalosan Oroszországhoz csatolt négy megyét sem fogják elengedni, akár teljesen, akár részben. Nyilván oda nem fognak atomfegyvereket bevetni, de akkor is mindent megtesznek, hogy ne veszítsék el. Tehát innentől kezdve gyakorlatilag egy tárgyalásos megállapodás a jelenlegi határok mellett lehet a legjobb forgatókönyv. Én vállalom, hogy ez nem szép, ez nem jó, ez nem igazságos, ez nem erkölcsileg helyes, de egy háborúban ezek a fogalmak lófütyöt se érnek. Tehát gyakorlatilag ez a legjobb forgatókönyv jelleg, ami látszik. Persze mindig benne van a pakliba, hogy Ukrajna váratlan sikereket ér el, és összeomlik az orosz hadsereg, vagy a társadalom, vagy az állam, de ennek most kevés jelét látjuk. Tehát a jelenleg nyilvánosan rendelkezésre álló információk alapján ez tűnik a legjobb forgatókönyvnek ukrán szempontból. A B-terv az, hogy valamilyen szintű további áldozatokat kell vállalniuk, akár teljes Zaporizzsia megye, akár más területeken. A C-terv az, hogy nincs megállapodás, és végkimerülésig folynak a harcok. Na most ebben az esetben megint csak a számokat figyelembe véve, és mondjuk a szankcióknak a korlátozott hatását, illetve azt a csökkenő támogatást, az amerikai elnökválasztás, a raktárkészlet kimerülése, a nyugat katonai felkészületlensége, haditechnikai vagy hadipari szempontból, egyebek miatt látható az a tendencia, hogy egyre kisebbek és egyre ritkábban érkeznek katonai támogatási csomagok Ukrajnának, ezeket figyelembe véve az orosz támadás az elérhet olyan célokat, amit Ukrajna nem akarna lemondani. És a D-verzió az, hogy Ukrajna teljesen összeomlik, mondom, Oroszország is összeomlik, tehát benne van a pakliba, de a D-verzió az, hogy Ukrajna fog összeomlani a jelenlegi esélyek alapján, és akkor gyakorlatilag Oroszország azt viszel, amit akar. Na most ez egy olyan forgatókönyv, minden el kéne kerülni, mert onnantól kezdve az oroszok biztos, hogy vérszemet fognak kapni, és akárki akármit mond, egyrészt nem szeretem én se az oroszokat, másrészt pedig nem járnánk jól vele. Tehát Ukrajna nagyon rosszul járna vele, de mi se járnánk jól. Tehát egy ilyen szituáció, ha a nyugati vezetőknek lenne a realitás érzékük és a katonai dolgokhoz érzékük, akkor ezt mindenre megpróbálnak elkerülni. Abból, hogy Ukrajna próbálja haza toloncoltatni nyugatról, Lengyelországból, Németországból és máshonnan azokat a 18-60 év közötti sorköteleskorú férfiakat, akik valamilyen mentességgel külföldre tudtak távozni. Abból azért úgy tűnik, hogy szeretnék valamilyen módon föltölteni a megfogyatkozott sorokat. Ez azért inkább arra vetít előre, hogy folytatni szeretnék a harcot, nem? Igen, abszolút, és az ukrán vezetés minden adandó alkalommal el is mondja, hogy ő minden ukrán területet föl fog szabadítani, és vissza fog hódítani, és egy öreg bácsit, és egy rozoga házat sem adnak át az oroszoknak. Csak egy dolog, hogy az ember mit szeretne, meg a másik, hogy mire van lehetősége. Tehát, ha igazak ezek a hírek, ugye mindig föl reppenek ezek a sztorik, egyre nem nagyon tudták megerősíteni, egy elég rosszul megfogalmazott lengyel cikk az egyetlen alapja ennek az állításnak egyelőre. Ha ez bekövetkezik, akkor az egy óriási sok lesz, és egy óriási szemenköpése mindenek, amire az Európai Unió épül, hiszen egy közvetlen háború erről elmenekülő embereket kiadnak, és gyakorlatilag a halálba küldenek, a másik oldalon meg gyakorlatilag bárki bármikor bejöhet. Tehát egy olyan iszonyatos mértékű igazságtalanság lenne, és a szembeköpése mindennek, amire az elméletek az Európai Unió alapszik, hogy én ezt nem tartom valószínűleg. Tehát nyilván megvan az esélye annak, hogy olyan embercsempészek, ugye a cikk ugye kidőtt, hogy embercsempészekről szól, akik tényleges bűncselekményt követtek el, kiadásra kerülnek, de hogy tömeges kitoloncolása a menekülteknek megkezdődni, ezt nagyon nehezen tudom elképzelni. Az igazi kérdés az, hogy körülbelül mekkora lehetett Ukrajna lakossága a háború kirobbanásakor. Tehát itt azért az Európai Unió 37 millió számot adott meg teljes Ukrajna területére, amiből körülbelül 7 millió az elcsatolt területeken értek. Tehát ebből maradt körülbelül 30 millió ember. Hogyha azt veszük, hogy 500 ezer ember volt, aki elmenekült, és nem mindenki volt hadköteles korú, akkor is maradt körülbelül 30 millió ember, ennek a 10%-át lehet behívni. Tehát bármelyik ország lakosságának 10%-a maximum, amit be lehet hívni egy háborúba, aki hadrafogható fizikai meg egyéb képességei miatt. Tehát gyakorlatilag ez kb. 3 millió embert jelent. Ugye a hírek szerint Ukrajnában fegyverben most is 1 millió ember van, része nyilván nem frontszolgálatot teljesít, vannak rendőrök, titkosszolgák, határőrök, pénzügyőrök, stb. Tehát több olyan terület van, ahol azért még vannak tartalékok, és a veszteségeket néhány százezerre teszik, most
150-től 300-ig lehet halani számokat, hogy ez nem lehet megmondani, hogy pontosan mennyi. Tehát azt mutatja, hogy azért van még élőerő tartalék, amit föl lehet használni. Például Bakhmut és környéken olyan rohamdandárok harcolnak, a hírek szerint, amelyeknek egy része a rendőrökből, illetve egyéb fegyveres szervezetekből alakult, a másik része pedig a korábbi ilyen félhivatalos alakulatok, mint az Azov, vagy a Kraken zászlójak, vagy ezredek lettek fölállítva, és hivatalos ukrán hadseregben használatos rendfokozatokat és titulusokat kapva újra szervezve. Tehát gyakorlatilag az élőerő kimerülése én nem hiszem, hogy hosszabb távon, vagy rövid távon veszélyt jelentene. Hallottam is olyan híreket, hogy 50 éveseket is berángatnak, vagy stb. Inkább az lehet a probléma, hogy nagyon sok ember így vagy úgy el tudta kerülni a sorozást, még az országon belül is. Azért látjuk ezeket a kényszersorozásos videókat. Én sokkal inkább azt tartom veszélynek, hogy a fegyverzet fog elfogyni, a haditechnika. Tehát a légvédelem például, amivel már a hírek szerint nem igazán áll jól ukrani, hiszen több olyan légicsapás volt, ahol a nagyon hangzatos kijelentések ellenére igen kevés drónt vagy cirkerakétát sikerült lelőni. Nyilván nem Kijev és a nagyvárosok környékén, de például Iszmailnál vagy Reninél ott azért rendesen potyogtak a drónok össze-vissza, és részüket sikerült csak elfogni. Illetve a másik olyan történet a nehéz technika, páncélosok, páncélozott szállítójárművek, műszaki járművek, amivel eleve kevés volt. Ezek azok, amik szintén fontosak ahhoz, hogy a küzdelem sikeresen folytatódhasson. És ha azt látja egy alakulat, hogy csatába küldik és alkalmatán támadásra küldik úgy, hogy az elemi feltételek nincsenek meg, és ezt azért még egy viszonylag alacsony szinten kiképzett katona is látja, hogy elmegyünk rohamozni, és a csapat felén az első rohamból nem jön vissza, akkor ott valami nem működik jól. Tehát ezek azok a feltételek, és ez az a tendencia, ami igen aggasztó. Hát általában 7-8 sebesül szokott egy halottra jutni a modern háborúkban, ugyanis az első óra a kritikus, az úgynevezett aranyóra, amin belül valamilyen szintű ellátást kell kapni a sérültnek. Hogyha sikerül egy alapvető elsősegélynyújtásban részesíteni, és utána kórházban megoperálni, akkor jó esélye van egy súlyos sérültnek is túlélni. Ha ez a fajta támogatás nincs meg, akkor egy könnyebb sérülés is belehalt a katona, mert vagy elvérzik, vagy elfertőződött a sérülés, és utána gyakorlatilag halálossá válik. Úgyhogy igazából az látszik, hogy az a orosz forrásokból is az jött vissza, hogy a saját veszteségek között is általában 1-3-4-hez az aránya a sebesülteknek és a halottaknak, ami azt mutatja, hogy nem egy amerikai szintű elsősegélyszolgálattal vagy szanitésszolgálattal rendelkezik egyik fél sem. Ugye ez körülbelül lehet kiindulási alapnak venni. Általában egyébként az ilyen harcképtelenné vált katonák aránya az azért alacsonyabb szokott lenni, mint a halottaké. Tehát aki olyan súlyos sérülés szenved, hogy már tartósan harcképtelenné válik, tehát csonkolt, vagy valami, és az általában a csatamezőn elvérzik sajnos. Tehát ezek között a körülmények között például aknamerőzőre ráfutva nagyon nehéz menteni a katonát. Úgyhogy igazából én egy olyan számot hallottam, hogy kb. 3-4 halottra jut egy darab ilyen tartósan harcképtelen. Tehát innentől kezdve azért a számok azok azért a több százezer felé mutatnak, tehát bőven a 200 000 fölött, de még a 400 000 alatt vannak valahol, hogy pontosan mennyi, azt talán utólag fogjuk megtudni. Zaluzsny ukrán részről, Gerasimov orosz részről, tehát a vezérkari főnökök már közvetlen kapcsolatban állnak egymással, arról tárgyalnak, hogy hogyan lehetne akár Zelenszkij elnököt megkerülve is ezt a háborút lezárni, vagy legalábbis egy tűzszünethez eljutni. Ez mennyire lehet reális? Ezt elképzelhetően tartom, hiszen a fogolycserék miatt létezik csatorna, kommunikációs csatorna az ukrán és az orosz vezetés között. Ezen nem csak a fogolycserékről vonatkozó információk cserélhetnek gazdát, hanem konkrétan más tárgyásokra is felhasználható. Általában Seymour Hersh-nek az írásait érdemes figyelemmel kísérni, azonban ebben az esetben szerintem becsúszott egy hiba a rendszerbe, ugyanis arról ír, hogyha Oroszország, vagy Oroszország által felajánlotta, vagy ez a megbeszélésnek a témája, hogy Oroszország lemond arról, hogy akadályozza Ukrajna átutagságát, cserébe a jelenleg a kezén lévő nyilván kisebb, nagyobb módon kiigazított területekért. Én abban látom az alapvető problémát, persze nem látok bele az orosz vezetésnek alapjaiba, de abban látom az alapvető problémát, hogy Oroszország ezt a háborút azért indította meg, hogy Ukrajna ne lehessen NATO-tag. Tehát onnantól kezdve, hogy nyer mondjuk 200-250, de akár 400 kilométert, azzal a probléma nem oldódott meg orosz részről. Tehát én azt hiszem, hogy vagy azt tartom valószínűleg, hogy az alapvető tárgyalás az valamilyen szinten lehet mind a két fél részre egy figyelemelterelés. Hallottam a szakértőtől olyan véleményt, amelyben arról szólt, hogy az ukránok egy újabb meglepetése készülhetnek. Ugye ne felejtsük el, hogy nemrégiben ukrán szabotázs érte a Bajkál-Amur vasútvonal mind a két szakaszát, aminek köszönhetően megszakadt a kapcsolat az orosz távol-kelet és az Oroszország többi része között, ami azt jelenti, hogy se Észak-Koreából, se Kínából vasúton nem nagyon érkezhet semmi.
Tehát itt azért vannak olyan lépések, amik okozhatnak felbojdulást, de úgy gondolom, hogy jelenleg ezek a tárgyalások legfeljebb tapogatózás fázisában lehetnek. Lehet azt mondani egyébként, hogy a frontvonalak befagytak most nem csak az időjárási értelemben, hanem katonai értelemben is? Igen, abszolút mértékben úgy tűnik, hogy az a fajta erőviszony, amely eddig az ukránok javára kedvezett, ez a konfliktusnak, vagy a nyári offenzívának köszönhetően, vagy a nyári offenzíva veszteségének köszönhetően egy kiegyenlítetté vált, és egy kiegyenlített erőviszonyok mellett nagyon nehéz támadni. Ráadásul akárki akármit mond, a támadás miatt az ukrán veszteségek szinte biztos, hogy nagyobbak, mint az oroszok, sőt nem is kicsivel, hanem alkalmatán 2-3-szor is lehetnek az orosz veszteségeknek. Tehát innentől kezdve az alapvető gondot az azt jelenti a konfliktus szempontjából, hogy azokat a mondjuk így célokat, amelyeket mind a két fél kitűzött, azt nem fogja tudni ebben az állapotában elérni. Úgyhogy ha úgy vizsgáljuk az állapotot, a fronton beállt helyzetet, hogy az hogy néz ki hosszabb távon, akkor egyértelműen kijelenthető az, hogy jelenleg egy befagyott fázis látunk, ami viszont nem tart sokáig, vagy nem tart örökké egész pontosan. Van egy ilyen nézői kérdésünk, vagy felvetésünk, hogy orosz részről, ameddig a háború tart, addig garantált az, hogy nincsen NATO terjeszkedés. Ez mennyire meghatározó szempont lehet Putyin elnök számára? Én azért mondtam azt, hogy Ukrajnával kapcsolatban is, igen, bocsánat, Seymour Hersh-nek volt egy ilyen javaslata, hogy a NATO tag lenne Ukrajna, de nem telepítenének oda NATO csapatokat. Na most onnantól, hogy Ukrajna akármekkora része NATO tag, ez a fajta megállapodás, ez bármikor felrúgható, és utána Oroszország már nem támadhatja meg a NATO-t, anélkül, hogy egy atomháborút ne kockáztatna. Tehát ha Ukrajna belép, akármekkora területe Ukrajnának belép a NATO-ba, azzal a megállapodással nem lesznek ott külföldi csapatok, vagy hirtelen lesznek ott külföldi csapatok, akkor az orosz vezetés tehetetlen. Ezt viszont szerintem nem fogják fölvállalni. Tehát gyakorlatilag az alapvető helyzet, az alapvető várható lefolyás az eseményeknek az, hogy amíg az a fél, amelyiknek nagyobb eszköztár van a kezébe, és ebben az esetben az oroszról beszélünk, nem ér el a célt, így nem lesz jelentős változás. Igen, tehát a NATO-nak a belépése ebbe a konfliktusba az automatikusan konfliktus jelenten Oroszország és Ukrajna között. Orosz részről azért húzzák az időt, és szemlátomást húzzák az időt, mert a feltételek neki kedveznek. Az Zelenszkij elnök politikai álláspontja, amit ez sokáig nagymértében osztott a nyugat is, az, hogy egy négyzetcentiméteren területet sem hajlandó átengedni Ukrajnának, és innentől kezdve viszont ez azt jelenti, hogy fontosan támadniuk kell. Támadni a siker reményében csak erőfölénybe lehet. És ez az, ami egyre kevésbé adatik meg Ukrajnának. Tehát még előfordulhat, hogy be tudnak vonultatni néhány tízzer vagy százezer embert, amivel helyi erőfölényt létre tudnak hozni, de katonai eszközben nem nagyon fognak tudni erőfölényt létrehozni már, mert egész egyszerűen nem kapnak. Tehát én tisztelem az ukrán nép kitartását, tisztelem az ukrán népnek az erejét, mert azokon, amiken Ukrajna keresztül ment az elmúlt másfél évbe, azt szerintem egyetlen egy európai ország sem bírta volna ki. Ettől függetlenül szerintem már rég túl vagyunk azon a ponton, ameddig érdemes volt folytatni ezt a harcot, persze kívülről okosnak lenni nagyon könnyű, ugyanis abból, hogy a nyugatról elkezdett csökkenni az átadott fegyverzetnek a mennyisége, elkezdett csökkenni ezeknek a gyakorisága, egyértelművé vált, hogy már nincs mit adni. És egy háborúhoz két dolog kell, ember és fegyver. Most ember és elszántság még van, viszont fegyver egyre kevésbé lesz. Ezzel lehet vitatkozni, de a tények magas számok, mondta erre Sztálin, és ha megnézzük azokat a csomagokat, amiket az Egyesült Államok és Európa össze tudott készíteni Ukrajnának, abból egyértelműen látszik, hogy ez nem túl magas szám. Tehát orosz részről húzzák az időt, hagyják, hogy Ukrajna fáradjon, és utána pedig előállt az a helyzet, hogy ők fogják megmondani, hogy mi fog történni, és ez egyre inkább valószínű sajnos. Egy másik nézői kérdés Zsoltól kaptuk. Miért nem veti be Putyin a top Szuhoj gépeket? Igen. Ez a kérdés. Igen, a Szuhoj 50-esekre gondolva valószínűleg az orosz 5. generációs vadászgépre a kérdező. Ezekből ugyanúgy, mint a T-14-es armatákból nem készült elég. Tehát egész egyszerűen ezekből is, úgy emlékszem, 20 darab, 30 darab készült el összesen. Ugye néhány darabot bevetettek Szíriából, majd gyorsan haza is repülték őket. Szerintem Ukrajnába is. Gyakorlatilag ahhoz, hogy érdemleges harci cselekményben részt tudjon venni, tehát konkrétan értelmezhető hatósugara maradjon a repülőgépnek, ahhoz közel kell vinni a fronthoz, ami viszont
lényegében az ukrán tüzérségnek, a HIMARS-eknek és az ATACMS-nek rakétáknak a lőtávolságon belül kell legyen, ami meg óriási blamás lenne, szétülnek egy ilyet. Tehát igazából a repülőgépnek a jellegesen indokolja azt, hogy bevessék őket, ugyanis ezek a lopakodó gépek alapvetően vadászbombázó feladatok, de inkább a kialakításnak köszönhetően jellemzően légiharcban használják őket, hogy a ukrán légierő gyakorlatilag minimális mértékben van, tehát előnyük nem lenne. Viszont a légivédelem azért ezek nem teljesen láthatatlanak, ezek a gépek, azért tudja őket érzékelni, és ilyennek az elvesztése a nagyon súlyos veszteség lenne Oroszország szempontjából, elsősorban presztízs okokból, nem is annyira költség, amit beleöltek, már se kicsi. Tehát az ilyen típusú kísérleti fegyverekkel nagyon óvatosan szoktak bánni, most is ezt látjuk. Egyébként nem lennék meglepve, ha egy-egy éjszakai támadás nem ezek a repülőgépek hajtottak volna végre, valahonnan messze Oroszországból felszállva, és mondjuk alkalomattán azoknak az ukrán, a régebbi szovjet típusú radaroknak a kiiktatására használták volna őket, amelyek nehezebben érzékelik őket szemben a modern nyugati társaikkal, de ez is csak egy feltételezés. És visszatérve még Zelenszky elnökhöz, mennyire van esélye annak, hogy őt valamilyen módon akár belül, akár ilyen közvetett külső támogatással, de elmozdítsák a helyéről? Én erre a kérdésre néhány héttel ezelőtt azt mondtam volna, hogy semennyi, vagy minimális. Ahogy látom az eseményeket, úgy nő ennek az esélye fokozatosan. Zelenszky elnök szerintem sok szempontból azonosult azzal a szereppel, amit eljátszott. Tehát a háború elején, vagy inkább nem is annyira a háború elején, inkább az elnöki ciklusának az elején szerintem ő komolyan gondolta, hogy megegyezésre törekszik Oroszországgal, ezzel a szlogennel is választották meg, aztán rádöbbent arra, hogy azért annyira nem könnyű ez a feladat, és annyira nem nagy a mozgástere sem. Úgyhogy innentől kezdve egyre inkább készült erre a háborúra, és szerintem erre a háború szerepre, ami most már ő. Tehát nem egy színész látunk, sokan az a vádják, hogy színész kedik, nem. Ő egyre inkább komolyan gondolja ezeket a dolgokat, és az a probléma, hogy miután komolyan gondolja, ebben nem fog tudni könnyen kijönni. Tehát amíg azt a fajta bizonyos szempontból következetes politikát képviselte, hogy egy centit sem adunk át az ukrán területekből, addig a nyugat maximálisan támogatta, de most a nyugati támogatás, a nyugati szempontok kezdenek megváltozni, így Zelenszkijnek a merev ragaszkodása ez a koncepció, ez egyre inkább akadály, mint amennyire támogatás. Az, hogy ráadásul azokat a ki nem kényszerített belpolitikai hibákat elkövette, mint Poroshenkónak a ki nem engedése, vagy a Klicskóval való folyamatos küzdelme, ez már az egyébként maximálisan ukrán pártiakat is zavarja, hiszen sokkal egyszerűbb valakit egy belpolitikai játszmában eltávolítani, mint mondjuk katonai legyőzni. Tehát az, hogy ez ki, amely már a ukrán belpolitikát is felkavarja, az amúgy egyébként meglehetősen stabil, vagy stabilá kényszerített ukrán belpolitikát felkavarja, az azért tovább növeli azoknak a forgatókönyveknek a számát, amiben nem ő fejezi be a háborút. Hogy ezek erőszakos forgatókönyvek lesznek, vagy civilizáltak, vagy puhábbak, ezt lehetetlenség megmondani, azt kell mondani, hogy mindegyik benne van a pakliba, és különösen az a része veszélyes Zelenszky számára, amiben a maximális elismertségnek örvendő Zaluzsnyijjal megy szembe, aki egyértelműen katonai vezető, és sohasem tett arra utaló nyilatkozatokat, hogy politikába bele akarná ártani magát, mégis a katonai szempontok szem előtt tartása, vagy első előtérbe helyezése miatt nagyon komoly politikai nyomás alatt van. Egyébként Poroshenkónak a szerepe az valamilyen szempontból veszélyeztette volna Zelenszkijt? Ugye Magyarországon is tárgyalt volna, ez nem teljesen világos, hogy itt ki és milyen kapcsolatot próbált létrehozni. Én nem tartom kizártnak, hogy igazam az Zelenszkijnek és az Zelenszkij-féle vezetésnek abban, hogy az orosz média maximálisan kihasználta volna ezt a tényt. A kérdés az, hogy miért kellett volna ennek nyilvánosságra kerülnie. Tehát egyértelműen nem automatikus, hogy egy adott ország ellenzékének vagy politikai elitjének a vezetője az országnak valamelyik politikai pártjának a tagjával vagy vezetőjével, az nyilvánosságot kap, ez nem automatikus. Tehát ha ez sikerült volna titokban lebonyolítani, ha az ellenzékek nem hozzák nyilvánosságot és nem avatkoznak ilyen durván bele a folyamatokba, akkor ebből szép csendben lehetett volna egy újabb orosz pletyka, amit vagy elhisznek az emberek, vagy nem. Ugye azért lássuk, hogy az orosz propagandának vannak jó húzásai, meg vannak nevetséges húzásai. És ha elkezdtek volna azt terjeszteni, hogy titokban Poroshenko a háttérben Orbán Viktorral tárgyal, akkor ezt nyugodtan be lehetett volna tudni egy orosz maszkirovkának, egy orosz megtévesztésnek, ami próbálják kompromitálni az ukrán vezetést, és alkalomattán bizonyítékok hiába öngolt is lőhettek volna vele. Ezzel Zelenszkij gyakorlatilag saját magának lőtt egy hatalmas öngolt.
Alapvetően azt érdemes figyelembe venni, hogy Ukrajna GDP-nek a 70%-a az a külföldi támogatásokból érkezik. Mondjuk ennek fényében nem tudom, hogy kiveszi komolyan azt, amit az ukrán vezetés állít, hogy 5%-kal nőtt a GDP-ig, mert ez azt jelenti, hogy 5%-kal több segély érkezett, tehát körülbelül ennyit jelent. Alapvetően az igazi kérdés az az, hogy ki fogja finanszírozni Ukrajna függetlenségi háborúját, mert tetszik, nem tetszik, erről van szó. Gyakorlatilag az Egyesült Államokban egy politikai padhelyzet kezd kialakulni, ugyanis a republikánus többség az alsóházban meg tudja akadályozni az erre vonatkozó pénzügyi előterjesztéseket, és olyan dolgokat kér cserébe, ami a demokratáknak más vonalon fájna, elsősorban a déli határkerítésnek a megépítését és megvédését, hogy megállítsák ez az illegális migrációt. A másik ilyen kérdés az pedig Izrael támogatása, mert az a demokrata pártnak azért elég komolyan a balszárnya ellenzi ezt a fajta megoldást, és mindent megtesz, hogy Izraelt egy imperialista államnak állítsa be. Tehát innentől kezdve nagyon komoly belpolitikai küzdelmek vannak, és akkor erre jön rá még az a EU csúcs, illetve később valószínűleg a költségvetési szavazás, amely egyrészt Ukrajna Európai Uniós csatlakozásáról szól, másrészt pedig arról, hogy mennyi pénzzel támogassák a jövő évben Ukrajnát. Na most mind a két helyen azért nagyon komoly problémák lehetnek. Az egyik oldalon itt Európában a magyar vétó és a magyar ráhatás ezek a dolgokra, ugye a másik oldalon már említett szembenállás, úgyhogy nem véletlen az Zelenszkij elnök olyan, mint egy mérgezett egér ezen a területen, hogy járja a világot, járja az országot, hogy minél több támogatást tudjon összeszedni Ukrajnának, hiszen a már ismertetett tények fényében, ha nem érkezik nyugati támogatás, akkor Ukrajnában is lehúzhatják a rolót, ami nyilván rossz lenne abból a szempontból, hogy ebben az esetben a háború folytatás azért lehetetlenné válna. Ehhez képest Zelenszkij elnök Washingtonban azt mondta, hogy ő akár egyetlen amerikai töltény nélkül is kész folytatni a háborút Oroszországgal szemben. Ez nyilván egy retorikai, vagy vélhetően egy retorikai fordulat volt a részéről. Reálisan mit lehet mondani, hogyha ténylegesen elapadnak, vagy a jelenlegihez képest sokkal alacsonyabbra apadnak a nyugati fegyverszállítások, akkor meddig tudná az ukrán hadsereg fönntartani akár a védekezést az orosz féllel szemben? Nekem erről egy magyar névdel jutott az eszembe, hogy Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje, ha még egyszer azt üzeni, mindjártnak el kell menni. Tehát, hogy gyakorlatilag ez a fajta állapot látszik már egyébként Ukrajnában, hogy nem csak a katonai felszerelésre van a gondok, hanem az élőerővel is. Miután az ukrán hadipar gyakorlatilag megszűnt, az ukrán készletek kimerültek, amelyek meg a hidegháborúban maradtak, meg is elég jelentős készletek voltak, ugye ezeket már egyébként orosz szabotázs akciók és az ukránok hozzá nem értése, vagy ügyetlensége, vagy nem törődömsége is tizedelte rendesen, több alkalommal lehetett hallani arról, hogy raktárak robbantak föl, ugye általában eladták onnan a lőszert, és így tüntették el a nyomokat. Tehát nagyon sokféle módon azért az a rendkívül komoly készlet, mindenféle eszközök, tüzérségi lőszerek, légvédelmi rakéták, stb. Területen azért drasztikusan lecsökkent a korábbi szintekhez képest. Én úgy gondolom, hogy a nyugati segély egyre nagyobb részét teszi ki az ukrán katonai felszerelésnek, erről nincsenek pontos információk, de azok a tények például, hogy egyre több alkalommal a légvédelem már az ukrán nagyvárosok fölött nem a hagyományos szovjet eredetű rakétákból áll, hanem a nyugati eszközök működnek, azt mutatja, hogy ezeken a kritikus területeken is kifogyó félben van Ukrajna. Innentől kezdve úgy tűnik, hogy abban az esetben, vagy abban a pillanatban, hogy a nyugati támogatás lelassul, vagy megszűnik, akkor hetek, de legfeljebb hónapok kérdése Ukrajnának a katonai összeomlása. Én azt hiszem, hogy ez az állapot amúgy is elközeledő félben van, hiszen Európa véglegesen kifogyott mindenből. Németország az utóbbi pár alkalom már konkrétan a rendszerből kivont eszközöket adta át Ukrajnának, és az Egyesült Államok pedig szintén elfogyott. Tehát különösen az izraeli események, a palesztin-izraeli konfliktusnak a felrángolása nyomán Izraelnek pontosan ugyanazokra az eszközökre van szüksége, mint Ukrajnának. Tüzérségi lőszerre, légvédelmi rendszerekre és hasonló felszerelése, ez pedig egyszerre két helyre még az Egyesült Államok sem tud termelni, különösen úgy, hogy előtte már Ukrajnába odaadott mindent. Tehát innentől kezdve tényleg a vésztartalékok maradnak, úgyhogy igazából hosszabb távon Ukrajnának nagyon rosszak a kilátása ezen a területen. Zelenszkij elnök mögött ott állt a teljes lakosság, amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát, és a csökkenő népszerűségű elnökből hirtelen egy háborús vezető lett, a csökkenő népszerűségű elnökből hirtelen egy háborús hős lett, aki mögött ott állt szinte a teljes lakosság. És ahogy a beharangozott és a szélsőséges sikert ígérő
tavaszról nyárra halasztott ellentámadásnak a sikertelensége egyértelműbbé vált, úgy indultak meg a mozgások. Először ezek a mozgások nem voltak túl jelentősek, de már ott látszott az például, hogy a katonai szempontokat előtérbe helyező Zaluzsny, tegyük hozzá, teljesen igaza volt abban, aki nem akarta Bakhmutot mindenen megvédeni. Azt mondta, hogy küzdjenek fel az oroszok, vonuljuk vissza a harmadik védelmi vonalra, és véreztessük ott ki őket. Ebbe Zelenszkij nem ment bele politikai okokból, és innentől kezdve az ukrán hadsereg súlyos veszteségeket szenvedett, de ekkor a katonai vezetés még csöndbe volt. Na most onnantól kezdve, hogy a katonai helyzet kezd egyre rosszabbra fordulni, kerülnek elő azok a hangok, amik eddig elég halkak voltak. Tehát Vitali Klitschko is elég csendben kritizálta csak Zelenszkij elnököt, és csak a vájtfülűek, és akik ténylegesen mélységében foglalkoztak az ukrán belpolitikával, azok tudták azt, hogy kettő között nem túl jó a viszony. Nekem megmondom, hogy föl se tűnt. És onnantól kezdve, látszott az, hogy a Zelenszkij-féle katonai stratégia kudarcot vallott, látszott az, hogy bizony Ukrajna támogatása kezd megrendülni nyugaton, egyre erősödnek azok a hangok, amelyek arról szólnak, hogy bizony valamit változtatni kellene, ugye különösen úgy, hogy Zelenszkij elnök semmilyen megalkuvásra, semmilyen kompromisszumra szemátomás nem hajlandó. Na most én úgy gondolom, hogy ahogy a nyári, ugye ilyenkor nyári véleménykülönbség, vagy nyári vita után Zaluzsny vezetőkari főnököt több hónap szilenciumra ítélte az ukrán politikai vezetés, ez a fajta küzdelem a relatív sikerek után ugye elcsendesült, és Zaluzsny újra megjelentett a nyilvánosság előtt. Úgy gondolom, hogy előbb-utóbb ezek a hangok is fel fognak erősödni, ahogy alkalmatán Zelenszkijnek a nehézségei egyértelmű válnak azon a területen, hogy nem tudja az ukrán háború, vagy az ukrán szabadságharc pénzügyi támogatását biztosítani. Tehát igazából most mindenki szerintem lélegzett visszafolytva vár, két dolog zajlik. Egyszerűen az egyik az, hogy megindult egy orosz támadás a front északi részén, a másik pedig az, hogy nagyon komoly döntések várhatóak úgy Amerikában, mint Európában. Ha negatív folyamatok mind a három területen jelentkeznek, akkor szerintem komoly fejleményekre várhatunk, akár egy Prigozsin-féle megoldást nem tartok elképzelhetetlennek. Nem tudunk más csinálni, mint csak nyílt információkból dolgozunk. Lehet például, hogy az orosz eliten belül is zajlanak ilyen típusú küzdelmek, de ezek nem kerülnek ki valahogy a nyilvánosság elé. Ugye nagyon érdekes, hogy az orosz részről más típusú problémákkal küzdenek, például az ukrán támadás után azonnal megjelennek azok a videók, amik az okozott kárt mutatják, és én több olyan vojánkor bejelzés is olvastam már, a konkrétan dühöngött az illető haditudósító, hogy ne segítsék már az ukránokat ennyire azzal, hogy azonnal ki tudják értékelni a támadásnak a hatékonyságát, mert a saját háborús erőfeszítésüket gátolják. Tehát minden két országnak megvan a maga problémája, mind a két országnak megvannak a maga feszültségei. Én úgy gondolom, hogy azt látjuk és azt láthatjuk, hogy Ukrajnában megindult az a fajta mozgolódás, ami korábban teljesen elképzelhetetlen volt. Tehát tavalyi év során, de még akár tavalyi év végén is, gyakorlatilag a nyugati média is, és az ukrán média és az ukrán vezetés is egyértelműen nagyon komoly győzelmi elvárásokkal tekintett a jövőre, és ezt a fajta monolit vélemény, mondjuk így mi volt ez, vélemény tömböt látjuk most szétesni, széttörni, és ezért vannak az embernek, az embernek olyan érzése, hogy hú, ennek nem sokára vége kell legyen, ez így nem megy sokáig tovább. Aztán mindig történik valami, és megy tovább. Tehát nyilván azért az ember nem lát bele a dolgok mélyébe, pláne úgy, hogy kifejezetten csak is kizárólag nyílt információk a dolgozik, de azért látszódnak folyamatok, amikből az le lehet vonni következtetéseket, és ezek a folyamatok egy irányba szoktak vezetni. Elméletileg Zelenszkij elnök a legjobb tudása szerint vezeti Ukrajnát a háborúban. Nyilván senki sem hibátlan, nyilván senki sem tökéletes. Ilyen típusú helyzetben, ahol ellenpróba nincs, ilyen típusú döntéseket meghozni, és én kritizálom az ukrán politikai vezetésben, nem hallgattak a katonai vezetésre, de lehet, hogy van olyan információk, amiről én nem tudok. Tehát lehet, hogy úgy gondolták, hogy ott és akkor megtörik az orosz erőknek a moráját, ott és akkor kemény küzdelmekre kényszerítik, azzal előidézhetnek egy lázadást, egy tömeges lázadást az orosz hadseregbe, és ezért döntöttek így. Tehát én azért mindig elmondom azt, hogy kívülről nem látható információkkal bőven rendelkezhetnek ezek a döntéshozók, és innentől kezdve a cselekedeteiknek a jogossága, a erkölcsössége, vagy akár az eredményessége nem igazán megítélhető, mert nem tudunk róluk mindent.
Tehát egy vesztes háborúban előfordult már olyanokat is felelősségre vontak, akik közismerten mindent megtettek azért, hogy a háború győzelemmel végződjön, de mégiscsak ők voltak kéznél, vagy egy ügyes szónok, vagy egy ügyes politikus az adott vezető ellen fordította a népharagot, vagy a közvéleményt. Tehát mindennek megvan az esélye. Én úgy gondolom, hogy Zelenszkij elnök nem az a típusú vezető, aki elmenekülne, ha a dolgok rosszabbra fordulnak, bár az utóbbi időben elég megtörtnek néz ki, de szerintem tipikusan ő az az ember, aki hisz a saját víziójába, és hisz abba, hogy igaza van. Ez azt jelenti, hogy akár az utolsókig is harcol azért, amiben hisz. Lehetetlen megmondani. Nyilván, ha ez megtörténik, és az ukrán valamilyen forradalmi vagy egyéb törvényszék elé kerül a volt politikai vezetés, ez egy óriási blama lenne a nyugatnak. Tehát azt sem tartom elképzelhetetlenek, hogy alkalomattán közbeavatkozzanak pro és kontra. Tehát akár a már említett prigozsinféle megoldás, vagy prigozsinféle repülőgép robbantás is lehet megoldásá, mondjuk utána kényelmesen lehet tagadni, hogy kivégezte, vagy kicsinálta. Ugyanúgy előfordulhat az is, hogy egy utolsó pillanatban kimenekítik, akár akarata ellenére egyébként az országból, de az is benne van, hogy a csapata élén harcolva esik el, mint egy számtalan figura a történelemben. Tehát lehetetlen megmondani, hogy mi lesz. Én úgy gondolom, hogy ezt az ítéletet hagyjuk meg az utókornak, és hagyjuk meg a történelemnek. Itt és most nem lehet még látni azt, hogy az ő szerepe pontosan mi volt. Vannak kérdéseink, nyilván vannak kritikáink azzal kapcsolatban, ahogy dönt. Én is sokszor el szoktam mondani, hogy Görgei Artúr példáján meg kell tudni határozni azt a pontot, amíg érdemes harcolni, amíg érdemes kockáztatni egy nemzetnek, egy népnek a túlélését, de mi innen kívül ebben nem szóltunk bele semmiképpen. És most bármilyen forgatókönyvet föltételezve, van egyébként egyértelmű alternatívája, vagy látszik, körvonalazódik már valamilyen szempontból, hogy kit tartana akár a nyugat elfogadhatónak, de azzal a fejjel is gondolkodva, hogy valaki olyat keresnek, akivel azért Vlagyimir Putyin is szóba állna. Ez megint egy kitűnő kérdés. Az egyik, és a legszembetűnőbb, szembejöhető jelölt nyilvánvalóan Valeri Zaluzsnyi vezérkari főnök. Ugye a hadifogoly cserék és az egyéb katonai egyeztetések miatt van kommunikációja az orosz vezérkarral, tehát az ő személyét ismerik, és miután egy rettenthetetlen katonának és egy hazafinak bizonyult, ezért úgy gondolom, hogy az ő személye az orosz vezetés számára is elfogadható lehet. A másik ilyen szereplő, aki jelenleg komolynak tűnik, ugye Arestovicsról, akit ugye kitettek az ukrán elnöki hivatalból, ő inkább egy trollnak tűnik jelenleg, bár az is lehet, hogy olyat fordul az ukrán belpolitika, hogy ő lesz a következő politikai vezető, nem lehet tudni, de jelenleg ő inkább egy ilyen outsidernek, egy sértett outsidernek tűnik. Én úgy gondolom, hogy másik ilyen szereplő az Vitali Kliszko Kijev főpolgármestere, aki látványosan távol maradt sok mindentől, időnként meglátogatta a frontot, de az ő boxolói karrierje, az ő politikusi pályafutása alapot jelentett arra, hogy alkalomattán egy leváltott, lecserélt, vagy akár ne adj Isten meggyilkolt ukrán vezetésnek a helyére lépjen. A kérdés az, hogy az orosz fél mennyire fogadná el tárgyaló félnek, hiszen közismertek a nyugati kötődései. Tehát ugye rossz nyelvek szerint a boxoló karrierje során nem csak a felvilággal, hanem az alvilággal is jó kapcsolatba került, és ennek a következtében akár egy közvetítő is lehet, nem lehet tudni. Tehát ezek is meg nem erősített hírek, hogy neki milyen kapcsolatai vannak. Egy nagyon érdekes személyiség, például mondjuk amikor szembe került Zelenszkij elnökkel, eljátszottam a gondolata, milyen lehet megpróbálni egy volt és új boxvilágbajnokot megpróbálni, megfélemlíteni. Tehát biztos nem mennék azok között az emberek között, akik bemennek vele lebusztolni ezt a történetet, úgyhogy hiába nem fiatal már egyébként. Tehát ezek nagyon érdekes kérdések, nincs rá jó válasz egyelőre. Próbáljuk azt végignézni, hogy a mostani helyzetből kiindulva milyen forgatókönyvek, milyen lehetőségek nyílnak a háborúnak, ennek a konfliktusnak a tovább folytatására. A Business Insider nevű honlap, szaklap készített egy összeállítás elemzők, nemzetközi elemzők segítségével. Ők hat lehetséges forgatókönyvet vázoltak föl, ezek majd, ahogy látni fogjuk, nagyjából azért lefedik a szóba jöhető verziókat. És akkor kezdjük talán az elsővel, amit ők is elsőként vettek, az, hogy létrejön egy tűzszünet, ami valamilyen időszakra fölfüggeszti, vagy legalábbis minimális intenzitásúra csökkenti a katonai tevékenységet Ukrajnában. Ez milyen esélyekkel járhat, és
mi szükséges hozzá. Ugyanom, hogy ez lenne a ukránok és a nyugati támogatóiknak a legjobb forgatókönyv, ami bekövetkezhet. Én ennek 1-2 százaléknál több esélyt nem adok, ugyanis ez volt 2014 előtt. Tehát ez volt a helyzet 2014 előtt, és gyakorlatilag ezt a helyzetet akarták az oroszok fegyveres erővel megváltoztatni. Hogy ez bekövetkezzen, ahhoz valamilyen olyan felfordulásnak kellene Oroszországba bekövetkeznie, ami gyakorlatilag egy meteorit becsapódás, vagy egy polgárháború, vagy egy nagyon hasonló állapot kéne, hogy előidézzen, vagy egy nagyon hasonló állapot kéne, hogy eredményezzen. Én ennek azért nem adok esélyt az 1-2 százaléknál többet, mert ha Oroszország felbomlik, ugye Prigozsin lázadás akkor volt a legközelebb hozzá, akkor a frontvonat sem lesz képes ellátni. De ebben az esetben nyertek az ukránok. Ha meg nem, akkor meg ezt a megoldást semmilyen szempontból nem fogják támogatni. Itt a lap által idézett szakértő azt mondja, hogy egy ilyen helyzet, tehát amennyiben egy tűzszünet jönne létre, ez valószínűleg nem jelenteni a háborúnak a végét, de legalábbis átmenetileg csökkenteni vagy megszüntetni az aktív katonai tevékenységet, és akkor egy olyan fajta befagyott konfliktus állhatna elő, amiből aztán a jövőben derülne ki, hogy milyen irányba halad tovább. És itt példaként az orosz-csecsen háborút említi, ami 1994-ben egy tűzszünettel zárult le, és aztán néhány évvel később újraindult. Mennyire adekvált ez a párhuzam? A párhuzam az tökéletesen adekvát, hogy azt nem szabad elfelejteni, hogy 94-95-ben Oroszország történelmi mélypontján volt. Ugye a Szovjetunió összeomlása után néhány évvel gyakorlatilag a létező legrosszabb állapotban volt, a hadsereg és a szétesés szélére került, és egy ilyen félerőkkel rendkívül alkalmatlan módon vezetett támadás után gyakorlatilag kénytelen volt a kvázi függetlenséget elfogadni az ekkor Icskeriának nevezett Csecsenföldnek. Utána a különböző csecsen támadások után pedig teljes erővel lesújtották 99-2000-ben, ugye ez volt Vlagyimir Putyin hatalomra jutásának az időszaka, amelyben egy rendkívül véres háborúban utána megsemmisítette a csecsen függetlenségi álmokat, és azóta az orosz támadóékek elején csecsen harcosok haladnak. Tehát valóban van egy analógia erre. Igazából az az egyetlen dolog, ami hiányzik ebből a elemzésből, hogy mi érdekel lenne az oroszoknak ebben a megoldásba belemenni. Dmitrij Medvegyev egyértelműen elmondta, hogy nem fognak 2-3 éves fegyverszünetbe, fegyvernyugvásba belemenni, vagy egy ilyen megoldásba, mert ez azt jelenti, hogy 2-3 év vagy 5 év múlva újra kirobban a háború, és megint újra kell kezdeni mindent az elejéről. Itt egy választ erre a feltett kérdésre az elemzők mondanak, ők azt feltételezik, hogy Oroszország abba bízhat, hogy egy ilyen tűzszünet esetén az Egyesült Államok és más nyugati szövetségesek elvesztik az érdeklődésüket Ukrajna iránt, az a fajta háborús fáradtság, amiről azért többet lehetett hallani most ősszel és a tél elején, az eluralkodik, és akkor egy olyan helyzet jön létre, amelyben Oroszország jó eséllyel újra megpróbálhatja a 2022 februárjában kitűzött cél, tehát Ukrajnának egy ilyen villámháborús elfoglalását megvalósítani. Ez a magyarázat pont annyira izzadságszagú, mint amilyen izzadságszagon én próbálnám elmagyarázni, miért nem tudok spárgázni. Rendben. Nézzük akkor a következő verziót, és akkor ehhez itt közben a kollégáim segítettek egy újabb térképet kinyomtatni, amíg nem oldódik meg digitálisan a beillesztésnek a lehetősége, addig ezt szeretnénk használni. Tehát a második forgatókönyv azt mondaná ki, hogy létrejön egy béke megállapodás, amelyben Ukrajna területi engedményeket tesz, nagyjából azokat az itt a színessel ábrázolt területeket, amelyeket most Oroszország megszállás alatt tart, ezeket plusz a Krím-félszigetet még egy kicsit följebb tartom, akkor az is látszik, tehát ezeknek a területeknek a 2014-ben annektált Krímnek és a 2022. február óta elfoglalt 4 területnek az fejében létrejönne egy tűzszünet. Ennek milyen esélyei és milyen következményei lehetnek? Hát ez az előző forgatókönyvnek a némileg rosszabb változata Ukrajna számára. Ugye se ebbe, se az előzőbe az Zelenszkijnek nem megy bele, hiszen megmondta, hogy egy centiméterről nem hajlandó lemondani.
Gyakorlatilag ez ugyanaz Pepitában, mint a másik, azzal a különbséggel, hogy valamilyen szinten elfogadnák azt a fajta status quo-t, ami létrejött. Itt ugyanazt a kérdést tenném folyamat az előbbiekben, hogy mi érdek lenne Oroszországnak ebben. Ugye most próbálok egy picit gondolkodni, hogy mondjuk jelenik az orosz vezetés helyében, mikor mennék bele egy ilyen megoldásba, ebbe akkor mennék csak bele, ha valaki hátba támadna. Tehát például Kínával mondjuk drasztikusan megromlana a viszony, vagy mondjuk Kazaksztánnal, vagy még igazából nagyon nem is nagyon tudok más olyan országot elképzelni, ami Oroszországgal határos, amelyik tudna akkor a katonai fenyegetést jelenteni, hogy a szárazföldi csapatoknak egy jelentős részét ki kellene vonni onnan, és máshova átcsoportosítani. Ellenkező esetben nem látom az orosz motivációt arra, hogy ebbe a megoldásba is belemenjenek. Ez ugyanaz gyakorlatilag, mint az előző változat Pepitában, azzal a különbséggel, hogy ezek a területek de facto Oroszország részei lennének, de ugyanúgy nem érnék el a hangoztatott céljaikat, mint például a Vladimir Putyin által elmondottakat, amely szerint Odessa orosz város, és mindig is az volt alapítása óta. Tehát, hogy gyakorlatilag megint egy olyan forgatókönyvet látunk, ami most nem a spárgáról szólna, mondjuk, egy szabályos spárgáról elfordul, hanem az angol spárgárok, az ember csak szétcsúsztatja lábait addig a pozíciók, hogy az ágyéka leír a földre. Tehát ugyanazt a példát magyarázva, vagy felhasználva, ez meg ugyanaz, hogy elmagyaráznám izzadság szagúan, hogy miért nem tudok angol spárgázni. Minden esetre a hasonlatokra érdemes óvatosabb állni, mert a nézőink rá is kérdeznek. Gergő meg is kérdezte öntől, hogy Bálint miért nem tud spárgázni. Hát mert azok az évek, amikor aktívan karatéztem, már 30 éve mögöttem vannak, és nem gyakoroltam, mondjuk így. Putyin számára egyébként egy ilyen fajta béke megállapotást, ami a jelenlegi határokat, jelenlegi frontvonalakat venné alapul, az sikernek vagy kudarcnak számítana inkább? Én úgy gondolom, hogy kudarcnak számítana. Igaz, hogy elértek bizonyos eredményeket, de például Donyeck városa, amely egy másfél milliós nagyváros, ugyanúgy az ukrán tüzérségnek a hatótávolságán belül feküdne. Ez azt jelenteni, hogy bármilyen hagyományos csöves tüzérségből lőhető lenne a terület, ahogy egyébként 2014 óta folyamatosan érték a civil lakosságot ukrán tüzérségi támadások. Zárva bejegyzem, meg nem nagyon beszélt a nyugati sajtó, pedig így volt. Tehát innentől kezdve ez egy olyan kényszermegoldás lenne, ami megint csak valami súlyos orosz problémákat feltételez, hiszen más okból nem látni, hogy miért mennek bele az oroszok. Tehát, és megint, hogy mondjam el, elfelejtettem az elején elmondani, nem arról van szó, hogy ez szép, jó, bárki ezt akarja, ezek a valóság, tehát a valóságos lehetőségeket nézzük, és egy ilyen környezetben, egy ilyen történetben nem csak egy fél van, hanem kettő. És van az ukrán plusz nyugat oldala, és van az orosz oldala ennek a történetnek, és az orosz oldalnak valamilyen megoldás ilyen vagy olyan okokból nem jó, akkor nem fog belemenni. Ez ennyire egyszerű. És akkor, hogyha tovább lépne még ebben a béke megállapodásos forgatókönyvben, ukrán részről lenne partner. Ugye azt látjuk, hogy Zelenszky elnök továbbra is kitart a maximalista álláspontja mellett, ő teljes ukrán győzelemről, minden elfoglalt ukrán területnek a felszabadításáról, plusz a Krimről beszél, legalábbis nyilvánosság előtt nem lépett vissza ebből a követeléséből, célkitűzéséből. De van az ukrán vezetésben olyan, aki esetleg hajlandó lenne, és ő hogyan kerülhetne döntési helyzetbe? Úgy gondolom, hogy ahogy a trianoni békeszerződést aláíró politikus tudva, hogy ez az ő feladata, és nem más vállalt el a feladatot, biztos, hogy lenne Ukrajnában is olyan, és lesz Ukrajnában is olyan, aki bármilyen szerződést alá fog írni Oroszországgal, mert olyan lesz a szituáció. Jelenlegi helyzetben én úgy gondolom, hogy nem látni olyan ukrán politikust, aki hajlandó lenne akár csak a területvesztés esélyéről beszélni, vagy ha igen, akkor mindig hozzáteszi, de ez csak Ukrajna NATO-tagságval együtt valósulhat meg, amire az oroszok pedig egyértelművé tették, hogy Ukrajna NATO-tagságáról szó sem lehet. Közben érkezett egy kérdés Csabától, ami ideillik. Mekkora annak az esélye, hogy harc nélkül lesz Odessa ismét orosz város? Utalok itt a polgármester nyilatkozatára, ami szerint harc nélkül adná át a várost. Én úgy gondolom, hogy Mariupol sorsa mindenkinek egyre, Mariupol és Bahmut sorsa mindenkinek egy rendkívül komoly tanulság, de egyébként hozzávetjük Budapestet is, amikor 44-45-ben megostromolták a szovjetek, akkor sem maradt kőkövön. Tehát én mindig is azt mondtam, hogy nem tartom valószínűleg, hogy az orosz fegyveres erők szabályos ostromba vennék be Odesszát, mert erre nem elégségesek a képességeik, sem elég létszámuk, sem elég lehetőségük nincs rá. Azt viszont,
hogy egy esetleges ukrán összeomlás esetén oda bevonulnak az oroszok, az bármilyen következmény nélkül el tudom képzelni. Sőt, ugye több esetben is a Dugin-féle Novorosszia terv, illetve Putyinok szavai arra utaltak, hogy egy hasonló forgatókönyvet tartanak valószínűleg, amiben megteremtődik a szárazföldi összekötődés Transznisztriával. Tehát innentől kezdve én ezt a megoldást tartom valószínűleg, más nem igazán. Akkor itt visszahozom a térképet, próbálok itt hátulról eligazdani. Tehát itt, ahol az ujjam mutatja, ugye itt van Odessa, hogyha ez orosz kézre kerülne, akkor ugye látjuk, hogy ez a mostani frontvonalakon kívül esik, akkor milyen irányba jelentene az fenyegetést nyugat felé és ki számára? Egyértelműen azt jelenti, hogy egyrészt Ukrajnát elvágták a tengertől, az az egyik szempont. A másik pedig az, hogy Moldova bizony orosz közvetlen közelségbe kerülne, és nem véletlenül van az az álláspont a magyar elitben, hogy mi abból sose jártunk jól, hogyha orosz-magyar határ volt. Tehát a moldovaiak is nem véletlenül félnek attól, hogy közvetlenül Oroszország lenne a szomszédjük a transznisztriai köztársaságnak a valószínű anektálásával, vagy egyébként a határokon való megjelenésével. És mindenképpen Romániát is komolyan fenyegetné ez a helyzet. Ugye a Románia több alkalommal igen látványosan rálépett az orosz érdekeknek a tyúkszemére, az amerikai Patriot ütegek telepítésével és számtalan egyéb lépéssel, úgyhogy tehát ezzel a megoldással Románia és Moldova mindenképpen közvetlen katonai veszélybe kerülne. És ha már Romániát ejtjük szóba, akkor ugye fölmerültek veszélyeztetések a Dunai hajózás, Dunadelta vidékén. Ezek most az utóbbi hetekben én legalábbis nem hallottam róla, ez azt jelenti, hogy megszűntek ezek az orosz rakétatámadások, vagy pedig csak nem hallunk róluk. A nyugati sajtó megdöbbentő, szelektív tájékoztatásról tesz tanúbizonyságot, ezért is mondom, hogy elvesztette a maradék hitelességét is, ugyanis ezt a területet is folyamatosan érik drón és rakétatámadások. Elsősorban a gabonaszállításra használt kikötőt. Nemrégiben történt az, hogy rakétadarabok zuhantak román területre, konkrétan román területre. Emi miatt megerősítették a határvédelmet, légiőrátot rendeltek ki a területre, stb. Tehát folytatódik tovább Odessa, Irpil kikötővárosa, Reni kikötővárosa, de szerintem Irpil is van egy kisebb kikötő, ott nem messze Odessától. Ezek ellen a területek ellen folyamatosak a drón és a rakétatámadások, tehát ez a hadjárat folyik tovább. És hogyha már itt a térképet tartom, akkor esetleg azért vegyük azt sorba, hogy melyik az a négy terület, mondjuk északról innen indulva, amelyek jelenleg orosz megszállás alatt vannak, és ezek mennyire tekinthetők teljes körűen orosz fennhatóság alatt állóknak? Ugye itt azért érdekes, az a legészakibb területnek nem tesz szembe a neve, a Kupjanszk városát emelném ki. Ebben a régióban is nem az a kérdés, hogy a mostani közigazgatási határok szerint hol állnak az orosz alakulatok, hanem hogy mik a távolabbi orosz célok. Tehát ha el akarnak jutni a Dnyeperig, akkor előbb vagy utóbb el kell, hogy jussanak oda, vagy vereséget kell, hogy szenvedjenek, más megoldás nincs. Tehát az északi régióban úgy gondolom, hogy Harkov, ami egyébként a neve, az harkivosított neve ellenére túlnyomó és továbbra is orosz nyelvűek lakta város, de ilyen típusú mondjuk így megnyilvánulásaikat igen erősen vissza kellett fogniuk, vagy lehet, hogy is üldözték ezt a lakosságot, nem tudom, de korábban ugye nem volt kifejezetten ukrán párti ez a terület, hiszen orosz etnikum és orosz nyelvű lakosság lakta korábban. Úgyhogy itt várható, hogy itt jelentősebb átrendeződések lesznek. Ugye kicsit délebbre Donyeck megye található, itt is ugye maga Donyeck város most közvetlenül a frontvonalon fekszik, tehát ez a helyzet sem fenntartható alapvetően. Kicsit délre Luhanszknál is, ugye itt a közigazgatási határok... Tartunk csak, hogy közben... Igen, Luhanszknál is nagy részt még a szovjet közigazgatási határok, a Szovjet Unióban kialakult határok láthatók, itt is előfordulhat, hogy változások lesznek. Ugye picivel délebbre haladva Herson régióhoz érünk, ahol ugye maga a Herson városa az a Nyepának a túlpartján van, ugye, amit az orosz csapatok kiürítettek az utánpótlás kockázatossá válása miatt. Itt is azért, illetve följebb Mikolaiv, vagy Nikolaiv városa, ahol egy nagyon komoly ipari komplexum, egy hajógyár és egy hajó motorgyártó üzem van. Itt is ez valószínűleg igényt tartana rá Oroszország, hiszen amióta Ukrajnával megromlott a kapcsolat, 2014 óta azóta nem tudtak nagyobb osztályba tartozó hajót építeni, mert a gázturbinek itt épültek Nikolaievben,
és a hírek szerintem mostanra tudták 8 év alatt kifejezni egy saját gázturbinát, ami alkalmas nagyobb hajóknak a meghajtására. Hát ezek a területek azok, amik valószínűleg mondjuk itt területi kiigazítások lesznek, ez szinte biztos. És ugye van a Krím-félsziget, amit már 2014-ben Oroszországhoz csatlakozott, tehát erről igazából nem is érdemes beszélni, hiszen ahogy említettem, Oroszország ezt a területet a kelaton fegyverekkel is megvédi. És akkor, ha tovább megyünk, a harmadik forgatókönyv, amit itt a Business Insidernek az elemzői fölvázoltak, az ugye nem szeretnek a nyugati sajtóban ezt még csak említés sem tenni, mint lehetőségről, de hát azért ez mindenképpen ott van az asztalon, ez az orosz győzelem, ami azt jelenti, hogy Oroszország végül is 2 év után eléri azokat a céljait, amiket kitűzött, a jelenleginél nyugatabbra tud Ukrajnából kihasítani területeket, vagy akár egész Ukrajnában Ukrajnát a maga ellenőrzés alá tudja vonni, beleértve azt, hogy Kijevben egy új orosz barát kormány áll fönn. Tehát amit a villámháborúval nem sikerült megvalósítani, azt egy ilyen kitartó, felőrlő háborúval végül is eléri. Ehhez mire lenne szükség, és mennyi az esélye? Én a többi forgatókönyv ismerete hiányában egyre ezt látom a legvalószínűbbnek. Egyre inkább úgy tűnik, hogy a Ukrajnának nyújtandó nyugati segítség vagy teljesen megszűnik, vagy drasztikusan csökkenni fog. Ugye gondoljunk a republikánusok és a demokraták harcára, ami az amerikai elnökválasztásnak a mondjuk így az árnyékában zajlik, és érdemes belegondolni, hogy a republikánusok a demokratának azt az egyik szent tehernét tették az Ukrajnának nyújtandó támogatás fő feltételévé, hogy le kell zárni a déli határt. Na most azok a demokraták, akik minden egyes alkalommal kiállnak a menekültek és a menekültek jogai mellett, ezt a fajta lépést nem fogják tudni megtenni, vagy ha igen, akkor a saját szavazóbázisuk fog fellázadni ellenük. Tehát ezzel egy olyan helyzetbe kényszerítették a republikánusok a demokratákat, amelyben nagyon-nagyon nehéz engedniük. Innentől kezdve Európára maradna a finanszírozás, itt azért erre több kormányzat hangsúlyozza a fenntartásait a rendkívül és közismerten korrupt ukrán jelenlegi vezetés támogatásával kapcsolatban, és azért volt ilyen hosszas ez a bevezető, mert Ukrajna a nemzeti össztermékének, a GDP-nek több mint 70%-a nyugati segélyformájában érkezik meg. Onnantól kezdve, hogy ez nem érkezik meg, onnantól kezdve hetek, de legfeljebb hónapok kérdése, hogy ez a fajta forgatókönyv, amit a Business Insider felvázott, megvalósuljon. Tehát abban a pillanatban, hogy megszűnik a nyugati támogatás, onnantól kezdve az orosz vezetés dönti el, és nem csak Vladimir Putyin személy, hanem az orosz vezetés dönti el, hogy meddig vonul be Ukrajnába. Nem tartom elképzelhetetlenek, hogy lesz valamilyen fajta jelentős változás, tehát akár a Nyeperig, illetve délen teljesen azokat a területeket orosz ellenőrzés alá vonják, amelyek részben orosz lakták, részben stratégiai jelentőségük van, és lehet, hogy ilyen kvázi ütköző államként meghagynak egy ilyen csonka Ukrajnát, Kijev vagy akár Lvov központtal, amelyben egy orosz barát kormányzat tevékenykedik, esélye sem lesz arra, hogy akár a NATO-hoz, akár az EU-hoz csatlakozom, bár lehet, hogy az EU-t megengedik neki, hogy a pénzt el tudják onnan szívni, de ez is egy furcsa dolog lenne, hogy egy orosz barát kormányzat ad fölvennének valakit az EU-ba. Tehát ez egy ilyen tipikusan rókafogta a csuka este lenne, jelenleg ezt a legvalószínűbbnek. És nem járhatna esetleg ez azzal a veszéllyel, hogy ha Oroszország meglépi ezt a nyugat felé való tovább nyomulást, akkor a másik oldalon, ugye azt mondhatnánk, hogy lám, hát erről beszéltünk kezdettől fogva, akkor az ukrajnok is ezt mondták, hogy Európát védik, amikor harcolnak a területükért, és akkor ez valamilyen szinten igazolva látszódna, és akkor ez viszont már a NATO-t is újra gondolásra készítetné, beleértve az Egyesült Államokat is. Mit csinálna a NATO? Mit csinálna az Egyesült Államok? Csapást mérne a bevonuló orosz csapatokra, kockáztatna egy atomháborút? Tehát tehát azt mondják, aki ezt az érvelést előhozza, az orosz barát. Én meg azt gondolom, hogy aki ezt az érvelést előhozza, az realista. Tehát lehet, hogy mondjuk, amikor a Wagner csoport megpróbál Deir-az-Zor felé támadni, és amerikai légicsapás érte, és több száz sebesültet és halottat veszített, azt lenyelték az oroszok, de a reguláris orosz haderő egy orosznak tartott területen NATO légicsapás érne, és akkor lelebe tegyük hozzá, hogy azért az orosz légvédelme bizonyította, hogy nem teljesen töketlen, olyan hatékonysággal szedi le a saját repülőgépeit, hogy öröm nézni. Tehát azért ugyanezt meg tudja csinálni a NATO gépekkel, és senkinek ne legyenek kétségeje felől. Onnantól kezdve viszont akkor majd látunk egy ilyen hasonló tűzpárbajt, mint amit most látunk
Ukrajnában mondjuk Lengyelország és Románia ellen. Tehát, hogy akkor mondjuk Irán teljes kakóval föláll Oroszország, mert is elkezdi százával szállítani a geránokat neki, a Shahid 136-osokat, és akkor majd nézzük, hogy Lengyelországban hogy hújnak ki a fények. Tehát, és akkor imádkozunk, hogy előbb-utóbb valakinek azt mondja, hogy legyen bátorsága befejezni, miért atomfegyvereket vetnek be. Tehát mi az elképzelés? Tehát most tegnap vagy tegnap született meg egy ilyen mondás a fejembe, hogy a 21. század egyik legjelentősebb katonai vagy hadtörténelmi felismerése az, hogy egy háborút csábítóan könnyű elkezdeni, és fájdalmasan nehéz befejezni. Sokszor nehéz és súlyos következmények árán is nehéz befejezni. Tehát, hogy ezeket a forgatókönyveket nem gondolja végig valaki, hogy nincs valaki, aki illetve már tegyük hozzá, hál' Istennek voltak emberek, akik azt mondták, hogy ezt azért nem kéne vállalni. Tehát nem kell ahhoz az oroszoknak atomfegyvert bevetni, hogy baromi komoly fájdalmakat tudjanak okozni Nyugat-Európának és Kelet-Európának is. Tehát nem kéne, szokták mondani, és nem az orosz népről van szó, hanem az orosz vezetésről van szó hangsúlyozottan. Nem kéne a patkány sarokba szólítani, mert akkor durvában támad. Tehát, hogy akit sarokba szólítanak, annak nincs más esélye, csak az utolsó leheletéig harcol. Tehát épp ezért nem kéne addig vinni a történetet, amíg sarokba szólítunk valakit. Ez lehet egyébként az európai vezetés is, de az oroszoknak is kell, hogy annyi eszük legyen, hogy az európai vezetőket, akik egyébként többször ebben bizonyították, hogy inkompetensek ezen a területen, azokat nem szabad sarokba szólítani, mert akkor végén csak lépnek valami olyasmit, amit később maguk is megbánnak. Éppen a legutóbbi brüsszeli csúcs találkozón, ott azt láttuk, hogy 27-ből 26 ország előtt egységesen kiállt nem csak Ukrajnának a Európai Uniós csatlakozási tárgyalások megkezdése mellett, hanem a hosszú távú finanszírozás mellett is. Ez más kérdés, hogy ott a magyar vétó miatt az egyelőre nem tudott tovább haladni, de a szándék az megvan. Most ha előre nézünk, hogy januárban kívánják újra elővenni ezt a kérdést, akkorra erodálódhat valamennyire ez az egységes elszántság? Bőven. Ugye Hollandiában is váratlan új kormányzat lesz, Robert Ficót is igen komolyan szorongatják otthonról, hogy határozottabban lépjen föl. Ausztria is tett olyan lépéseket, amik arra utalnak, hogy ők se gondolják annyira komolyan. Én nem értem, hogy miért előtetik én az Európai Unió szintű fellépést. A NATO, hölgyeim és uraim, a NATO önmagában nagyon minimális katonai fegyverzetet, katonai felszerelést szállított Ukrajnának. A tagországok küldtek nagyon komoly felszerelésnek. Az Egyesült Államok, Németország, Hollandia, stb. Franciaország és a többiek. Tehát ugyanezt megcsinálhatnak az Európai Unió tagállamai. Nyugodtan a saját költségvetésük terhére nyugodtan küldjenek pénzt Ukrajnának, nyugodtan támogassanak mindenféle dolgokat, csinálják, de miért kell ezeket minket is belerángatni? Tehát ez nekem mindig a régi zsidó vicc, és bocsánatot kérek, de Köves Lomótól hallottam, azért mondom, merem elmondani ezt a viccet, hogy amikor Kombácsi bevonul a belga hadseregbe, és akkor mondják, hogy a flamandok jobbra vallanak meg balra, és akkor ő megkérdezi, hogy a belgák hova állnak. Tehát mi nem lehetünk belgák. Tehát, hogy mi nem lehetünk semlegesek. Tehát akkor nekünk ne kelljen beleállni. Csinálják ők nyugodtan, de mi hagy maradjunk ki belőle. Tehát ezt a fajta felfogást szeretném, hogyha európai is megérteni, hogy a tartózkodásnak a lehetőség az valós. Ugye a hangzatos iratkozatok ellenére azért a számok azt mutatják, hogy nagyon jelentősen visszaesett az Ukrajnának nyújtott nyugati segély. Olvastam előtt is, hogy 90%-kal. Ez már most okozhat akut problémát. Olvastam olyan hírt is, hogy volt olyan támadás, amit az ukrán hadsereg azért halasztott el, mert egyszerűen fizikailag nem voltak meg hozzá a lőszereik. Abszolút. Én már hónapok óta mondom, de szerintem nem vagyok ezzel egyedül, hogy érdemes nézni, hogy milyen gyakorisággal, mekkora összegben kap katonai segélyt Ukrajna az Egyesült Államoktól. Ugye Európa ma odaadott mindent, amit oda tudott adni. A csattanó, ezt is már elmondtam több helyen, de ezt nem lehet még ezt elmondani. A csattanó az volt, amikor a Bundeswehr a saját állományából vont ki Marder lövészpáncélosokat, és azokat adták Ukrajnának. Hát ez már a vég. Tehát nem a stratégiai tartalékot adták oda, mert ez már nincs, hanem a saját hadseregét gyengítette meg, hogy Ukrajna erősödjön. Na most az Egyesült Államok sem áll ezen a területen jól ilyen-olyan okokból, ugye ennek részben a palesztin konfliktusnak a fellángolása az oka, másrészt pedig az, hogy a hadipar nem volt erre fölkészülve, és innentől kezdve érdemes látni, és érdemes nézni, hogy hogy csökken az átadott eszközöknek a mennyisége, és az értéke, és a gyakorisága. Tehát innentől kezdve látszik az a tendencia, aminek a végén egy nagyon csúnyos katonai vereség áll. És akkor nézzük a következő forgatókönyvet, ez már kellemesebb muzsika sok szakértő fülében, ami úgy szól, hogy az oroszok visszavonulnak, és ukrán győzelemmel zárul ez a közel 2 éve kezdődött konfliktus. Látszik-e ennek valami fajta realitása, illetve mi lenne szükséges hozzá, hogy ez a mostani
helyzet egy ilyen kimenetel felé tartson. Én is szeretnék egy piros Ferrari-t Testa Rossa színben, ami ingyen vehetnék át, és korlátlanul tölthetném bele a benzint, de ennek körülbelül ennyi a realitása. Nagyon picivel több egyébként, mert Oroszországban vannak feszültségek, és ugyan kicsi az esélye, hogy 106 éven belül harmadszor is összedőjön olyan módon, hogy ne tudja a hadseregét ellátni. Ennek azért több az esélye, mint annak, hogy valaki ingyen hozzávág egy vadonatúj életnagyságú Ferrari-t korlátlan benzin használattal, de nem mondanám, hogy a két számjegyű kategóriában, vagy akár látható esélye van ennek jelenleg. Tehát egész egyszerűen ez a forgatókönyv, ez amit a nyugat szeretne leginkább, évekig, szerintem nem tudom, most már két éve szinte ezt hallgatjuk, júniusban föltűnt egy pillanatra, hogy ennek reális az esélye, amikor Prigozsin föllázadt, de miután az ő követelései is katonaiak és nem politikai voltak, akkor sem tettem volna mondjuk 30-40%-nál nagyobb esélyt arra, hogy ez az összeomlás bekövetkezik. Tehát egész egyszerűen nincs olyan orosz forgatókönyv, nincs olyan orosz szándéknyilatkozat, és beszéltünk Navalnyiról, beszéltek a többi ellenzékiről. Navalnyi nacionalistább, mint Vladimir Putyin. Tény. Tehát gyakorlatilag, ha Navalnyi kerülne hatalomra, akkor lehet, hogy több lenne az LMBTQ személy az orosz politikai elitbe és a hadseregbe, de ugyanolyan keményen mennének előre, vagy talán még keményebben is. Tehát értse meg mindenki, hogy Oroszországban nyugati értelemben vett liberális értelmiség nincs. Tehát ezek a gondolatok, ezek mondjuk így, hogy az, nem is az Uráltól, hanem mondjuk a Visztula síkságtól keletre értelmezhetetlenek, és a Visztula síkságon se nagyon annyira. Tehát egész egyszerűen akármilyen hihetetlen, és ezt nem azért mondom, mert bármilyen szempontból elfogult lenni Oroszország irányában, a Putyin, a reálisan gondolkozó Putyin, aki hajlandó és képes volt elismerni, hogy naív volt a nyugattal kapcsolatban egy pár héttel ezelőtt, egy pár nappal ezelőtt, a legjobb vezető ebből a szempontból, aki utána jött, a sokkal durvább megoldásokat helyezne előtérbe, tehát nem hiszem, hogy ez a forgatókönyv bármikor is reális lenne, kivéve egy orosz összeomlás természetesen. Igen, ez a forgatókönyv, írja itt a Business Insidernek az elemző is, hogy hát amennyiben valami váratlan, jelenleg nem látszó fordulat történik, vagy összeomlás történik Oroszországban, akkor állhat elő ez, hogy Oroszország a jelenleg és a fennhatóság alatt lévő területeket kiüríti. Mennyire tekinthető egyébként, ugye idén nyáron, azért júniusban volt egy kevesebb, mint 24 óráig tartó pucskísérlet, a Prigozsin lázadás Putyinnal szemben, azóta ilyen pucsbiztosabb lett az orosz vezetés, vagy azért megvannak a lehetséges repedések, csak most nem látszanak annyira? De tipikusan az a kérdés, egy kitűnő kérdés egyébként, tipikusan az a kérdés, hogy a pohár félig üres vagy félig tele van. Ugye azok, akik abban akarnak hinni, hogy az orosz rendszer repedezik és inog, azok azt egy ilyen hosszú folyamatnak az első lépését látják benne. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan lépés, én pont fordítva gondolom, én úgy gondolom, ez egy olyan lépés, ami relatív meglepetés volt, de ennek nyomán az összes olyan lehetséges szereplőt, lehetséges forgatókönyvet végigjátszották, az összes olyan embert kipurgálták, vagy szorosabb ellenőrzés alá helyezték, akinek egy ilyen típusú megmozdulása lehetőségében áll. Tehát ebből kifolyólag abszurd módon nem, hogy gyengítette, hanem erősítette a rendszert ez a fajta lépés, mert volt egy forgatókönyv, amire egyértelműen nem gondoltak, most már gondolnak rá, és mindent meg is tettek, hogy ne következessen be még egyszer. Egyébként Vlagyimir Putyinnak a feltételezett betegségével kapcsolatos híreket most azért kevesebbet lehet hallani, hogy ezen a héten is tartott egy közel 4 órás monstre beszédet, ami nyilván azért egy a korábbi brit hírszerzési jelentések alapján hát kevéssé lenne valószínű, és itt még a mesterséges intelligenciával is tesztelték őt, hogy mit válaszolna egy ilyen mesterséges dublőrének. Tehát, hogy ebből a szempontból ezeket félre lehet tenni, tehát nem nyilván minden ember halandó, tehát előállhatnak váratlanok, de a jelenlegi ismereteink alapján ez nem befolyásolhatja valószínűleg a jövő évben ezt a ukrán háborút. Én úgy gondolom, hogy nem fogja. Ugye egy közel 80 éves emberről beszélünk, akinek az elég komoly sportolói múltja van. Tehát én úgy gondolom, hogy az élet, nem lehet tudni, nem lehet látni, hogy dohányozna például, nem lehet arról tudni, hogy
túlzott mennyiségben fogyasztana alkoholt, vagy bármilyen olyan rossz, káros szokás, nem például a kevés alvás, vagy bármi, ami korlátozhatná, vagy rongálhatná az egészségét. Ezért én úgy gondolom, hogy amíg szellemi képességének a teljes birtokában van, addig ő ezt a pályát be fogja futni. Elképzelhető, hogy van valami, amiről nem tudunk, és ugye volt egy időszak, amikor valóban, mint a felett van a külfedve az arca egy kicsit, de én nem tartom elképzelhetőnek azt, hogy nagyon súlyos betegsége lenne, mert akkor nem indult volna az elnökválasztásokon, tehát az elnökválasztáson Oroszországban, tehát én úgy gondolom, ezt félre lehet tenni. Ami meg ezt a mesterséges intelligencia kérdést illeti, ez nagyon jó, nagyon fontos lépés volt szerintem. Nem néztem végig az egészet, mert se időm, megmondom, hogy meg annyira azért nem okoz elemző szemmel egy ilyen nagy örömet, egy ilyen performance-nak a végignézése, de azt érdemes kiemelni, hogy akik pont azt a jelentet látták, azok elmondták, hogy meglepetnek és dühösnek tűnt az elnök, hogy egy ilyen helyzettel szembesítik, és gyorsan válaszolt, hogy nincsenek dublőrei, és egy picit olyan meghökkenve nézte saját magát a képernyőn. Na most, hogy ez lemehetett, most gondoljunk bele abba, hogy Joe Biden-t egy ilyen helyzetbe hozzák, mi lenne az eredménye? Hogy mondjuk Olaf Scholzot, aki olyan dolgokat képes mondani, meg csinálni, az ember csak pislog. De akár Emmanuel Macron-t, akit ilyen szempontból rugalmasabbnak tartok. Tehát azért azt kell, hogy mondjam, hogy az a performance és azok a tartalmi elemei, amik láthatóak voltak, azért az nagyon-nagyon megkérdőjezi a brit titkosszolgálatok megbízhatónak tartott narratíváját. De elképzelhető, hogy az Rosszia egyen ment ez a Monstre műsor, hogy ide bekerül előzetes egyeztetés nélkül egy ilyen váratlan szituáció. Nem, de szerintem Putyin meglepték vele, tehát valamilyen szinten ugye volt egy ilyen kérdés, hogy a BBC riportere tette föl, hogy tavaly nem lehettek itt, és hogy hát most örülök, hogy itt lehetnek, és akkor válaszolta Putyin, hogy hát ez a Peszkov hibája, a sajtószóvívőnek a hibája, hogy nem lehettek itt, tehát ez nem az ő dolga eldönteni, hogy ki milyen újságíró van jelen egy ilyen eseményen. Tehát én úgy gondolom, hogy nem volt minden megszervezve, megrendezve, és egy tapasztalt, rutinos politikus az ilyen típusú helyzeteket tudja kezelni. Lehet, hogy mondták neki, hogy lesz meglepetés, sőt, biztos vagyok, hogy mondták neki, hogy lesz meglepetés, és abban is biztos vagyok, hogy ez előzetesen le lett egyeztetve valakivel, nem feltétlenül az elnökkel, de valakivel biztos, hogy le lett egyeztetve. És akkor itt beszúrnám Istvánnak a kérdését, hogy a választásokról van szó. Ugye tavasszal lesz az orosz választás, ott azért az eredmény az kevésbé kell körömrágva várni. Szemben viszont a novemberi amerikai választással, ami minden szempontból egy ilyen nyitott kimenetelő, nem tudjuk, hogy pontosan kik fognak szembeállni egymással, hány szóba jöhető jelölt lesz, ugye most már számolni kell nem csak demokrata és republikánus jelöltel, hanem nagyon komoly független jelöltekkel is, többek közt ifjabb Robert Kennedyvel, aki az egész mérleget boríthatja, és valamilyen szinten királyt csináló lehet. Istvánnak a kérdése még egy szenáriót vett föl, hogy elképzelhető-e az amerikai választások felfüggesztése rendkívüli háborús helyzetre hivatkozva? Amennyiben lesz rendkívüli háborús helyzet, akkor igen. De azt azért látni kell, hogy az USA számára az, hogy mi zajlik Ukrajnába, az 32. rangú ahhoz képest, hogy mennyibe kerül a benzin, milyen magasak az adók, vagy például a legfrissebb hír, hogy akár ahhoz is, hogy az ember a házi orvosával tudjon beszélni, egy hónapot kell várnia. Tehát az amerikaiakat mindig is a saját ügyük érdekelte jobban a világ dolgainál, tegyük hozzá teljesen jogosan egyébként, mi ezzel mindannyian így vagyunk, csak hát más a világ legnagyobb hatalmának, egy 300 milliós atomhatalomnak a polgárának lenni, és más egy kicsi kiszolgáltatott közép-európai államinak, amely azon az útvonalon fekszik, ahol hagyományosan a hadseregek vonulnak. Tehát egy két óceán által védett kontinensnyi országban teljesen mások a szempontok, mint nálunk. Az amerikai gondolkodásban mindig is benne volt egyfajta izolacionizmus, egyfajta olyan gondolkodás, hogy ők a világ közepe, hogy mondjak egy teljesen ide nem illő példát, az amerikai nemzeti bajnokságot nagyon sokszor világbajnokságként hirdetik különböző sportokba. Tehát ez önmagában is egy vicc egyébként, de mi az, hogy világbajnokság, és csak amerikaiak indulnak rajta. Tehát, hogy ez egy ilyenfajta gondolkodási terület, az ő számukra a saját dolguk az első. Na most, hogyha az az abszolút helyzet bekövetkezne, mondjuk, hogy föllázad valamelyik állam a központi kormányzat ellen, vagy akár több állam, akkor valóban rendkívüli háborús helyzetet hirdetnének, és akkor a Leave the World Behind-ban látható eseményekhez hasonló, vagy a hamarosan bemutatása körül Civil War című filmhez hasonló állapotok bekövetkezhetnek, és előfordult, hogy felfüggesztik az elnökválasztást, de ehhez azért nagyon-nagyon durva dolgoknak kéne történni az Egyesült Államokban. És akkor nézzük tovább a forgatókönyv variációkat. A következő, amit felvetnek, hogy
lehet egy olyan kimenetel, hogy sem az egyik fél, sem a másik fél nem tud döntő jelentőségű előnyre szert tenni, és le sem zárul békével vagy tűzszünettel, hanem egy hosszú távú elnyúló háborúvá alakul át, ami akár évekig tarthat. Ilyenről is lehetett hallani azért, hogy vannak itt tervek 2024-re, 25-re, 26-ra, orosz oldalról is voltak ilyen nyilatkozatok, illetve hírek, hogy nekik is van egy, Putyinnak is lehet egy ilyen 3 éves hosszú távú elképzelése. Ezt milyen eséllyel látnám? Ez szerintem ugyanaz, mint az első két forgatókönyv. Tehát, hogy Oroszország felfüggeszti a háborút, vagy megelégszik az elfoglalt területekkel. Tehát ugyanaz feltételezi, hogy az orosz háborús képesség, itt a katonáknak a küldése és a katonák felfegyverzése valamilyen drasztikusan megrodjan. Ez az egyetlen olyan feltétele van ennek a forgatókönyvnek, ami ezt kiválthatná. Gyakorlatilag én ezt nem nagyon látom. Nem lehet, hogy tévedek, tehát benne van a pakliba, hogy van egy olyan helyzet, van egy olyan lépés, ami erre utalna, de én ezt nem nagyon látom. Ami pedig arra utal, hogy milyen terveket készítenek az oroszok, hát hölgyeim és uraim, csak az idióták nem terveznek a legrosszabb esetőségre. A bölcsek minden esetőséget számba vesznek, és azt kell, hogy mondjam, a nyugati világvezetői idiótának bizonyultak számos alkalommal, mert egyetlen egyszer sem vették figyelembe azt, hogy mi van akkor, ha nem jönnek össze, amit elképzeltünk, ez mindig bele van a pakliba. Tehát az a terv, vagy az a fölkészülés, hogy ez a háború még eltartott 2-3-5 évig, ez azt feltételezi, hogy a másik oldalon előre nem látható fordulatok következnek be, például az ukránok találnak még valahol 5 millió embert, vagy találnak az európaiak valahol 2000 harckocsit, és akkor utána ez valóban eltarthat még 3-5 évig. De ezt nem lehet kizárni, hogy az amerikaiak azt mondják, hogy a 3000 tartalékba hagyott Bradley-nek a felét odaadjuk, és kaptok mellé még 500 önjáró löveget. Nem tudom, honnan hozzá lőszer az önjáró löveket, de most ebben nem menjünk bele, mert lehet, hogy találnak lőszert is. Tehát egy olyan forgatókönyv, egy olyan helyzetről beszélünk, amiben bármi benne van. És pedig az utolsó forgatókönyv, tehát ezt lenne legjobb elkerülni. Ez azt mondja, hogy eszkaláció történik, vagy a NATO részéről egy közvetlen beavatkozás, vagy pedig orosz részről valamilyen szintű taktikai atomfegyvernek a bevetése, ami nyilván kiváltaná, vagy vélhetően kiváltaná, bár ez inkább kérdés is a részemről, hogy kiváltaná-e feltétlenül a NATO-nak a beavatkozását. Korábban erről többet lehetett hallani, most tegyük hozzá szerencsére kevésbé. Ez egy nagyon jó kérdés, elmondom, hogy miért. Találkoztam egy belorusz származású nyugaton élő szakértővel, akinek elég komoly rezuméje van, és ő elmesélte, hogy amikor 2015-ben vagy 2006-ban csináltak egy olyan hadijátékot, amelyben egy orosz támadást szimuláltak Nyugat-Európa és a balti országok ellen, akkor ő játszotta nyilvánvalóan a számozása és az ismeretei alapján, ő játszotta a vörös feletet, a támadó orosz erőt, és ők egy taktikai nukleáris csapásokkal indították a támadást. Ebből kifolyólag a NATO erők olyan hátrányba kerültek, amit utána csak hónapok múlva tudtak megfordítani. Hát, hölgyeim és uraim, egy ilyen támadásra azonnali tömeges NATO nukleáris támadás érkezne, először taktikai, majd hadászati fegyverekkel. Tehát miről beszélünk? Tehát az az alapvető probléma, hogy ennek a realitása megvan. Azt nem látom, hogy milyen olyan csapást kéne Oroszországra mérni, hogy atomfegyverekkel válaszoljon, mondjuk például a Krím-félszigetet kéne megpróbálni elfoglalni, hogy ez egy ilyen nyílt kérdés. Tehát itt is egy csomó olyan, mondjuk így, szempont, csomó olyan feltétel van, ami egész egyszerűen nevetséges. Tehát normális ember nem szórakozik nukleáris fegyverekkel. Tehát én ezért gondolom azt, tudom, hogy ezzel egyedül vagyok sok szempontból, ezért gondolom azt, hogy minden egyes állam, hogyha el tudja írni saját eléből azt a képességet, a nukleáris fegyveret tegyen szert, akkor tegye meg, de ezzel a pillanattal tudatosítani kell vele, hogy onnantól kezdve rá is 312 darab nukleáris rakéta irányul, és egy rossz mozdulat, és neki is vége van, mint a botnak. Tehát, hogy ez nem játék. Tehát ilyen típusú eszközzel viccelődni sem illik. Tehát aki erről beszél, az komolyan is gondolja, hogy akkor fölvállalja a világ elpusztítójának a szerepét, és ő fog lesz az, aki miatt az egész föld elpusztul. Tehát benne van a pakliba sajnos, hogy vannak olyan felelőtlen emberek, vannak olyan felelőtlen döntéshozók, akik ezt meglépik, de én úgy gondolom, hogy ennek rendkívül kicsi az esélye. Hál' Istennek azért a katonai vezetésben vannak még józan észre rendelkező emberek, akik ezt az esetőséget, ezt a minimumra csökkentik. Csabának a kérdése azon, hogy nagyon érdekes abból a szempontból is, hogy az amerikai választásoknak, amennyiben Trump elnöknek, a volt elnöknek az újbóli visszatérését
jelenteni, akkor ugye sokan azt feltételezik, hogy igazából Putyin ezt várja, hogy mi lesz a novemberi elnök választásnak az eredménye, és akkor ahhoz képest alakítja majd továbbiakban a taktikáját, stratégiáját. Csabának a kérdés az úgy szól, hogy az amerikai választás az orosz-ukrán háború összefüggésében lenne még egy kérdésem. Trump azt nyilatkozta, hogy ha nyer, akkor diktátor lesz, de csak egyetlen napra. Ezt konkrétan hogyan képzeljük el? Egy picit hagyj reagáljak a novemberi választásos kérdésre. Tehát ez már az Isten komplexus kérdését veti fel, hogy a nyugat úgy gondolja, hogy minden tőle függ. Tehát Vladimir Putyin nem fog addig hátradőlni és malmozni, hogy megvárja a novemberi elnökválasztás eredményét, hanem ha az általa elfogadhatónak tartott körülmények között lesz lehetősége, akkor bekebelezi Ukrajnát, és hogyha olyan hülyék és olyan gyengék vagyunk, akkor akár további területeket is. Tehát, hogy ebben ne legyen senkinek kétsége, hogy elmúlt az az idő, amikor az, hogy a nyugat mit gondol, az bárkit érdekelt volna. Most már az érdekli az embereket, hogy a nyugatnak mi áll katonai képességében, és nem csak nukleáris területen, hanem hagyományos fegyverzet területén is. Tehát, hogyha az ukrán összeomlás, amiről beszéltem, aminek a valószínűsége ide inkább nő, mondjuk februárba, vagy mondjuk júliusba következik be, akkor Vladimir Putin nem fogja megvárni, hogy novemberig mi történik, hanem lép. Tehát ez a fajta gondolkodás, hogy itt mi megmondjuk, hogy mi fog történni, ez egész egyszerűen nonsense. Ez az egyik része a történetnek. Visszatérve Trumpra, megmondom, hogy nem tudom, mi jár Trumpnak a fejében, mondott pár olyan meredek dolgot, amitől a hátamon fölállt a szőr, de még mindig így tartom, hogy legkomolyabban szóba jöhető reális esélyesnek a választás követően. Én azt tartom elképzelhetőnek, hogy egy nap alatt felfüggeszti a nem tudom mire hivatkozva egyébként az alkotmányt, és olyan döntéseket, olyan lépéseket tesz meg, amiket egyébként nem tehetne meg. Például kirúgja az összes alkalmazottját a Pentagonnak és az igazságminisztériumnak, ugye megígérte, hogy az FBI-t felszámolja. Ideértve éppen a külügyminisztériumot is. Tehát olyan lépéseket kell megtenni, ha nem akarja, hogy megismétlődjenek azok az események, ami 2024-ben bukásához vezet, vagy 2020-ban bukásához vezettek, amiket nagyon nehéz a jelenlegi amerikai demokratikus keretek között értékelni, viszont amiknek megvannak megvan az a háttere, hogy megvan az a érdeme, hogy igenis meg kell lépni, ha meg akarja akadályozni azt, hogy még egyszer megcsinálják, amit megtettek vele korábban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, várjuk Önöket évvégi visszatekintőnknek a további adásaival, és januártól pedig új műsorainkkal. Találkozunk jövőre is, addig is boldog és békés esztendőt kívánok mindenkinek.